Úgyhogy folytassuk, srácok, ezt a mókát. Sose láttam még egyébként ilyen esti fényekben ezt a játékot. Legalábbis a várost. De egyébként brutálisan jól néz ki. Tehát, hogy is mondják? Ez ilyen eye candy játék? Vagy nem tudom, hogy mondják. De hogy brutálisan gyönyörű, brutálisan szép ez a Red Dead Redemption. Jelenleg az online részét csapatom, ott egy player ment el egyébként a háttérbe, mert továbbra is azért, mert nem akarok belekezdeni a sztoriába, mert akkor nem annyira haladnék a DS2-vel, szóval ha megleszünk majd a DS2-vel, akkor utána lehet arról szó, hogy így csapatjuk a sztoriát, mert amúgy brutálisan megtetszett. Tehát, hogy láttatok streamet előzét csütörtökön ebből a játékból tőlem, és akkor így, hát nagyon fogalmatlan voltam, még most is egyébként az leszek, de hogy így az alapokkal is fogalmatlan voltam. Úgyhogy, hát az tényleg, tehát csütörtökön egy olyan játékost láttatok, aki totál nem ért semennyire a Red Dead Redemptionhoz, és így próbáltam felfedezni a dolgokat, hogy mit lehet csinálni, hogyan lehet csinálni. Aztán pénteken még szórakoztam azzal, hogy beállítsam így a játék grafikáját, és így még az It Takes Two-zás előtt hát játszottam el egy órát, meg így mutattam Adrinak, hogy mit lehet itt csinálni, úgyhogy csinálgattam ilyen küldiket. Szóval, hogyha nem ott van a karakterem, ahol abba hagytam, az azért van, mert hogy így azóta játszottam vele. Úgyhogy pénteken is az It Takes Two-zás előtt, illetve még szombaton is csapattam egy picit. Nagyon adja ez a stílus, amit a Red Dead Redemption képvisel. Az eye candy jó meghatár? Abszolút. Tehát, hogy nem tudom egyébként mi a helyzet lovabb grafikán ezzel a játékkal, de hogy így maxon eye candy, ez eye candy. Gyönyörű. Nagyon látványos, nagyon chill. Nem gondoltam volna. Szia Martin, szevasztok, skacok. Úgyhogy, hát legutóbb egyébként valahol itt voltam, Rodesnél. Itt hagytuk abba, azért mert eljöttünk megnézni ezt a bounty-s cuccot. De kiderült, hogy bounty hunterek csak akkor lehetünk, hogyha van legalább 20 aranyrudam. És hát ott még nem tartunk. Szia, Sámán vagyok. Én is most kezdtem vele, és ugyanígy érzem. Egyébként visszagondolva, legalábbis látszva olyan játékosokat, akik éppen belekezdenek egy játékba, szerintem egyébként nekem annál szebb nincs is. Tehát, hogy látni játékosokat, ahogy belevágnak egy játékba, amit majd legalább annyira, vagy még jobban szeretnek, mint én. Tehát ez tök jó. Nekem egy 6 éves gamer notin minden levél is látványos és szép volt. Persze szubjektív, én csúnya MMO játékhoz vagyok szokva. Szóval most van, hát pont nem látjátok egyébként, de most van 1,60 aranyam. És 164 dollárom. Ha valaki tud valami okosat, hogy hogyan lehet gyorsan, sok pénzre szert tenni, azt szívesen hallgatom egyébként. De ami biztosan fogok csinálni, az, hogy csinálok ilyen sárgán világító izéket, meg ilyen narancsos akármikat, mert ezek a küldetések, amik mindenféleképpen jutalmakat adnak. A sztori nem volt meg, amikor megjelent a játék, akkor csapattam. Azon kívül, hogy veszek a sztorba aranyat, azon kívül, hogyha van ötlet, azt szívesen veszem. Köszi a korrigálást, Viridiana. Szóval, hogy amikor megjelent a játék, akkor PS4-en csapattam egy 2-3 órát, de a kontrolleres célzás miatt feladtam az egészet. Most viszont PC-n játszom, és így iszonyatosan jó. Tehát, hogy nekem
kellett ahhoz, tehát kellett az, hogy PC-n játszom a játékot, hogy így beleszeressek, mert teljesen nagyon nem. Nagyon nem adta. Na, kijelölök rögtön egy küldetést, mondjuk azt. És arra jön egyébként a ló is. Amúgy de jól néz ki még mindig. Nagyon látványos. Képzeljétek, egyébként kipróbáltam azt is, így streamen kívül természetesen, hogy rendeltem a katalógusból lőszert, és eljöttem ide a postáshoz, és át is vettem. Tehát, hogy így működik ez is. Ez is tök menő volt. Azért jöttem egyébként a városba. A játékmenet az nekem nagyon adja egyébként, Martin. Hát, hogy nagyon durván bejön. Ezen már tényleg csak haba tortán a sztori. Basszus, milyen gyönyörű. Amúgy ide jöttünk. Ahogy látom, azért az esti grafika az egy kicsit megízasztja a 3080 Ti-t. Valamiért egyébként mindig elfelejti azt, hogy én nem Borderless-be akarok játszani, nem full screenbe. Szia, Rock! Az online story missziók egész sok pénzt adnak így kezdésnek, később a trading vagy a collector rólam is sokat hoz. Akkor az online missziókat kéne csinálnom. Azt hogy ismerem fel ezeket az online missziókat? Rolk egyébként. Lóecskát látom, hogy pimpe... Oh, fufu. Brutálisan lehet pimpelni. Amúgy egyébként valószínűleg azért van melegem, mert hogy ide fújja ki mögém a 80 fokot. És kell ellensúlyozásnak a klíma. Cefre, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi szépen a 27. hónap feliratkozott vadásságot. Srácok, peregjenek azok a bizonyos szvegek. Cefrének. Köszi szépen. Karácsonykor ilyen karácsonyi díszítésbe pompáznak a helységek itt. Köszi szépen, Rolk, citromsárga. Azt hiszem most citromsárgát csinálok. Bár nem figyelem, hogy mit magyaráznak éppen. Úgy ne kíméljétek a csetet, srácok. Excuse me for a moment. Forgive me, Signor. I thought we'd be meeting alone. Who is this? He was just a. Igen, és hó volt mindenhol, meg karácsonyfa, nagyon szép volt és hangulatos. Wow. How did you come by this? You stole it, yes? No. Please, Signor. Signor Martelli. Do not speak my name, Porco. I found it. I swear to you, I on did. Your knees. I did. I found it. I did. On your knees. I swear to you. No. No, please. Where? Did you steal it? I promise you that I didn't steal it. I will ask you only one more time. Where did you steal it? From some of the Cornwalls boys. Leviticus Cornwall. Lennél csak, szeretnéd Atesz, hogy pergessenek? I trust this man will face the full penalty of. Te is nagy szeretője vagy ennek a játéknak, nem Atesz? Proceed. Szia, Kolbászka. Szevasztok, srácok. No, I think that was enough, don't you? Yes, sir. So, to my proposition. You will find beads like that one as far from here as New Austin, if you know where to look. I need every piece of Capitale taken out of circulation and returned to me. I warn you, some of this work will require a strong constitution. In return, I will reward you with a unique business opportunity involving our friend, Senator Ricard. But
That is for later. I wish to see the quality. Elég sokat játszottál vele? I'm sure you understand. Now, it is best we do not meet again. All further communication will be through my intermediaries. Some of them are. Grafika maxon van. I believe Mr. Foreman, Mr. Langton. Hát. Bring them enough capital. Nincs minden csukkára húzva, de majdnem, hogy minden maxon van. Now, if you excuse me. Wanna catch up. Van-e kacsa? Azt mondja, hogy van-e kacsa? Ezt így még a végén megkérdezte, de a válaszra már nem is várt, elhúzott. Szóval azt mondja nekünk, hogy... Harley. Aha, szóval, hogy ő a Harley, bocsánat, és akkor ő tud nekünk adni majd ilyen feladatokat. Aha, véres pénz missziók. Tehát, hogy ő oldotta föl ezeket a Blood Money-s cuccokat. Oké, ilyen véres pénz például van ott. Jó, hát amúgy azt csináljuk. Van még ilyen sárga esetleg? Horley. Aha, tehát hogy ez messze van. Sárgát kéne csinálni, azt mondta nekünk Roark. Gyűjtögető. Valószínűleg egyébként ezek ilyen... rávezetései a különböző rólokra, vagy nem is tudom, hogy ezeket így hogy hívják a játékba, amiket így lehet csinálni. Tehát, hogy lehetsz collector, lehetsz bounty hunter, meg ilyen izék, és ezek azok a sárga küldetések, amik például legalábbis így az elején, amik így bevezetnek ebbe a világba. Szakmák. De akkor jól sejtem, hogy ez ilyesmi, amit most csinálunk, hogyha minden igaz, szakmák. Amúgy meg úgy tudsz pénzt szerezni, ha csatlakozol valakihez, aki már kiváltotta ezeket a szakmákat, és együtt csináljátok. De gyönyörű. De szép. Hát igen. Eye candy. Eye candy. Neked vannak ilyen szakmáid, Viridiana? Bó. Hát igen! Igen. Tehát, hogy én így játszottam streamen kívül is, hogy így néztem, hogy... de gyönyörű. De jó. Szóval egyébként jó a fak, lehet még pimpelni tovább lovasként, sőt egyre jobban mélyül el egyébként a kötődésünk egymáshoz. Simogatom, etetem. Három szakmád is van. Na majd, ha esetleg úgy alakul neked is, meg nekem is, akkor nyomhatunk ilyen szakmázgatást. Ops, kifulladt. Jaj, lovacska. Jaj, bocsánat, ne haragudj. Ne haragudj. Túl terheltem. Hő-he-hő, lovacska. Hő-he-hő. Pálinkát főzök, fejvadásság és gyűjtögetés. Aha, ez amúgy tetszik. Ez így már rögtön tetszik. Szia, Daki! Pont az előbb téged kerestek, hogy van-e kacsám. Túlterheltem egy kicsit a paripát. Most megyünk a gyűjtögetésekre. Ez automatán kikötötte. Madame Nazar. Stranger, you don't got the eye, just an eye for a deal. I told you, go away, old man. Nothing but false prophecies and fake jewelry. Go away, or I see much pain and suffering in your future. A crook and a charlatan. Make sure you know what you're getting into with this one. Hey, please, don't listen to him. I am Madame Nazar. Madame Nazar. Spirits,
finder of lost things, and since everyone seems to be a fortune teller now, seller of the strange and exotic. Which one of these can I help you with today? Wait. Hogy elővette a jós gömbjét? Let me see. Yes. Yes. Drága szág, hol van a drága szág? Dead lover, whose spirit you wish to contact on the other side? No, no, it's not that. It's not something you've lost, but something you're missing. Ja, igen, ez is olyan a Red Dead Redemption-be, mint a GTA-be, hogy kiválasztasz valami melót, ami így jól fizet, és ha betámad egy másik player, akkor megszívtad. Ja, tesz. Come to work for me. I say I find things, but really, it is others who do the finding. I tell them what I'm looking for, and they collect it for me. From... Ja, szóval egyébként, hogyha gondolod, Viridiana, akár már most is, ha éppen ráérsz, persze, mehet egy kis fejvadásság. If it's as honest or dishonest as you want it to be. How about it? Do you want to be one of my collectors? I make sure they are rewarded quite handsomely. A small fee is really the least I should ask for giving you what you're looking for and setting you up with everything you need to get started. There are more tools you may want. Micsoda kis lámpa van ott a polcon. You will need to prove yourself. If you don't want to start now, you can find me. Oksa, Viridiana. The offer will still be there. Ah, if money is the problem, then that is the first thing you should go looking for. When you found some, return to me, and I set you. Szerintem nagyon jó játék, én már játszottam vele. Szerintem is egy rohadt jó játék. Aztán lehet, hogy egyébként 50 óra után már full rezidens alvó, de egyelőre én nagyon élvezem. Szóval venni kell egy gyűjtögető zacskót, és a gyűjtögető zacskó után lehet gyűjtögetni. Gondolom ez is sok aranyród lesz. Tizenöt aranyród. Metal detektor, $700. Ne haragudjat ez. Szia, Pepe. Hát ez abszolút az Black Witch rohadt hangulatos játék. Hogy lekukolt? Na jó. Ezt is megnéztük. Mi van még itt a közelben? Hát ez nagyon nincs a közelben. Strawberry messze van. Igen. Jó, hát tudjátok mit? Amíg Viridiana nincs itt, addig csinálunk egy ilyen küldit. Elmegyünk Tamihoz. Rockstárosok mindent kitalálnak, hogy ne legyen uncsi a játék, Martin. Van benne Battle Pass is. Például. Megcsináltunk valami déli challenge-ot. Azt a rohadt demenő! Jézusom! 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 Hát ez nagyon fullos volt. Még ilyet? Úristen! Most behoztak valami eventet a tesz, legalábbis... hát mindig behoznak valami eventet, de most valami új event van. Mert amikor előző héten elkezdtem játszani, akkor voltak itt páran a cseten, akik azt megkérdezték, hogy milyen ez az új frissítés, és én meg nem tudtam mit reagálni. Azt a rohadt. Kiráz a hideg, srácok. Annyira brutális, ahogy kinéz a játék.
Aha. Ilyet is lehet, hogy lekötöm a földbe. Eszünk egy répát, be nem ezt akartam. Na ezt akartam. Gyere, állat. Ezt meg egy kicsit kibelezzük. Úgyhogy aki túl fiatalnak érzi magát, az csukja be a szemét. Ez az. Nem tudom, valami fűszára le lehet kötve, igen. Na, az a feladat egyébként, hogy pulykákat skinningeljünk. Van egy ilyen déli küldi. Leföldelted a lovat, villámlásba veszélyes. Még agyon csapja a végén lovacskát. Azt hiszem megjöttünk egyébként. Júj! Hát ebben a házban lakik az a pár, akik, hát nem tudom. Tehát nem tudtam eldönteni, hogy ők most azt akarják, hogy elraboljak nekik valakit, vagy azt akarják, hogy beszálljak melléjük harmadikként. Na, dobom, Martin. Itt van a kalácska, azt néz. Hova tűnt a kalácska? Itt volt az előbb mögöttem. Blood money, azaz. Köszi, Martin. Na, szevasz, mi ott főztél? Tamás. Tehát, hogy munkát keresek, vagy valami mást? Hát én egy jó kis lovacska lopást. Somebody who shall remain nameless, let the darn horses get loose. Ain't that right, Bray? Well, now I told you I was sat right here, didn't hear nothing. Maybe if you had your face out of my pie for 5 minutes. Well, that's like asking a man not to breathe, princess. But anyhow, I got an idea. There's a creepy old nagyon fura család. Lekay, it's called. It's full of outlaws and degenerates. Well, you'd be doing the world a favor by relieving them of their poor horses. I'll tell you. Igen, ez lópás. Oh, I do like it when you take charge. Még jó, hogy megy a szemkövetés, tudsz ellenőrizni, sadarda van. Lakaj. Go to lakáj, tehát hogy el kell menni a lakájhoz. Tehát gond, sadarda van, hogy nagyon megnéztem az úriembert. Biztosan egy finomat eszik. Amúgy most olvasom, PS-en az online 13 és 20, 13. és 26. között PS Plus nélkül is lehet csapatni. De a, az online... Az online a PS-en is külön megvásárolható? Tehát, hogy az online az ingyenes PS-en, vagy külön megvásárolható? Mert ha jól tudom egyébként, itt PC-n volt egy olyan akció, nézd meg, Viridiana barátkozni akar. PC-n volt egy olyan akció, hogy valamelyik télen, hát, hogy 5 euróért vagy dollárért árulták az online részét a játéknak. És az amúgy elég brutális ahhoz képest, hogy mennyi content van a játékban. Ezt értem, hogy PS Plus kell hozzá, csak hogy van-e külön online része, Krissi? Tehát, hogy úgy külön online része, hogy nem kell megvenned a játékot magát, tehát a Red Dead Redemption. Na hát, szerintem megélt az aligátort a lovacska. Lovacska?
Nem elég szoros a kötelékünk, ez azért van. Van külön, az online az 7000, aha. Ha mondjuk 7000, én nem biztos, hogy azt mondanám, hogy megéri. De pár ezer forintért simán oké. Okay. Van külön, aha. Köszi. Aha, Steamen, amikor nagy akció volt, akkor 5 euró volt, igen, igen, Blade. Most amúgy 10, ha jól emlékszem. Amúgy meg 20. Ide kell jönnünk, jól van. Ide kell jönnünk, és itt vannak ilyen aligátorosok. Steamen is volt 5 euró, Epic-en is kiadt annyi a kuponkódon, aha. Tehát az a feladat, hogy lopjuk el a lovat. Aztán utána Viridiánával itt alkotunk majd valamit. Lehet lopakodni? Van valami lopakodós gomb? Tudom, hogy a Q-val fedezék mögé lehet menni. Aha, kontrollál. Hát... Nem tudom vele, mit lehetne csinálni, majd okosabb lopakodó leszek. Majd, egyszer. Hát... Menjél gyorsan! Gyorsan! Vágta a státos! Nem is én lennék, srácok, hogyha ez nem történik meg velem. Mekkorát esett, srácok, így a karakter. Aha. Lelőtték a kalapomat! Na, hol van? Annak a kalapnak már ripa akkor, ugye, srácok? Ó, hát kivégzünk mindenkit igazából. Ezzel nincsen gond. Hogy én nem úgy szívesen megölöm a jó népet. Lehet váltani nézetet, hogy éppen melyik válla fölött akarom nézni a játékot? Na, mindenki meghalt. 6,8-at adsz. Az ugrásom. Amúgy meg jó volt az. Hát igen, ilyen, amikor teljes sebességgel nekimész egyébként a környező tárgyaknak. Rank up, level 9, ding ding. Jó. Elvileg itt van. Amúgy milyen szépen beleestem már a mocsárba, azt láttátok? Na gyere, paripa. Tíz percünk van visszamenni. Haló, fordulj már amúgy. Halló. Nem engedelmeskedik. Ha.
Rivális játékosok ellophatják a lovadat. Amúgy... Téged nem kell megszeretgetni? Nyugalom, nem a fegyveremre gondoltam. Téged nem lehet jól van, pedig megszeretgettelek volna. Hú. Hát ez vicces volt. Főleg az volt vicces, hogy simán el tudtam volna vinni egyébként a lovat. Júj! A lovacska hogy szalad itt mellettem? Kéne venni ilyen kajákat, vagy lootolni valamit, mert csomó mindenem piros. Szia, gyap, gyap. Sziasztok, srácok. Ajaj, ajaj, ajaj. Egy mínusz. Kettő mínusz. Na mi van? Na mi van, pupákok? És ez az alap puska, srácok. Azzal raktam inasba az enemit. Meghoztuk. Akkor kikötöm, tessék. Ja igen, mert azt írja, hogy kössem ki, nem az, tehát hogy nem csak leszállni kell. Igen, a lólopás és a ló leszállítva. Na menjek közben Discordra, és akkor megmutatjuk Viridianával, hogy hogyan kell is ezt a, hogyan is kell ezt a játékot játszani. Mit szóltak? Kaptam aranyrudakat. Oda megyünk. És hát nem tudom. Haló, játék? Az a durva, hogy így nem mutatja, ott vannak a voice szobák. Azt mondja, hogy alvós Viridianát berántjuk. Haló? Halló. Na most szuper, egy pillanat, tekerek rá egy kis hangerőt, úgy lesz. Na, elvileg bejelöltél barátnak, nem is tudom, azt hogy kell elővenni, azt a... Megnyomod a home gombot a billentyűzeten. Nagyon jó. Akkor előjön ez a kis panel. Na, szociális, friend requestek, és ott is vagy. És... Belek... Nem crew, hanem... Game invite. Aha. Valószínűleg nem így. Ask. Social club. Azt hiszem rossz gombokat nyomkodtam. Játékon belül ahol is kell meginválni téged? Elvileg joinolok. Ja, akkor jó. Minden igaz. Aha, most tölt. Hát akkor egy 10 perc aztán betölt. Ennyi. Kell valahova menni, vagy tehát, hogy ilyen rendőrségi helyre menjek, ahol látunk ilyen plakátokat, vagy máshogy kell ezt indítani? A bounty ott van, igen. Oksa, akkor oda megyek, és akkor hát a téged is oda tesz, mondjuk. Ups, egy pillanat, skacok.
akkor elvileg meg kell hívnod a crewba. Nem, nekem kell meghívnom, mert neked nincs izé. Majd mondd, hogy mit nézek. Azt hiszem, amúgy múltkor már felfedeztem, hogy ez ilyen... hát... PR? Lajos és Lovacska. Online. Be tudsz csatlakozni a sessionbe? Vagy így a crewba vagy? Ez egy jó kérdés. Az L betűnél. Players. Ez az. A posse. Ki van szürkítve. Pillanat. Players. Fence. Invite-olni se tudlak, meg join-olni se tudom. Akkor te se. De ahogy látom, senki ez nem tudok. Nincs nálad letiltva, vagy nem lehet ilyesmit valamit? Azt nézem egyébként, hogy itt vagyunk egy sessionben. Egyébként. Elvileg igen, mert azért látlak a playerek között. Aha. Mindjárt ránézek. Miket lehet itt állítani. Pillanács kacok. Mit élnek itt az okosok az interneten? Na. Igen. A playereknál látni lehet. Akkor invite to session. Pedig azt néztük. A view invites is egyébként szürke. Ránézek akkor a settingsnél, hát ha ott lesz valami. Még az óra. Igen, esetleg nagy caki volt. Micsoda? Scott. Scott. Még azt is át lehet állítani, hogy kilogramba mutassa itt a súlyokat. Kamera, grafika. Az a helyzet, hogy a generálisban nem sok minden van, itt meg szerintem már nincsen ilyen online dolog. Már rég játszottam is az a baj. Ó, viszont egy csomó info van a karakteren. Na, rákeresek arra, hogy mit írnak, hogyha szürke. Lehet, igen? Hogy van. Ugye először létre kellett hoznom a izét. Aha, igen, most jó. Csak... Aha, F1. Most jó. Most nagyon jó. Aha, és már látok. Térképen is. Belettem invelve a Ratyi Rambókba. Hát igen, kicsit régia. Akkor jól láttam. Igen. Egy pillanatra azt hittem, hogy valaki más invelt meg, de... Akkor jó. A szürke akkor a Gandalf hibája? Mekkorát ugrottam itt a susnyásba. És milyen messze lehetsz te mondjuk? Mert fölötted vagyok a... Nem sokkal. Aha, látlak. Szia Scott, köszi, hogy itt voltál. Peppá. Viridiana lerakott egy waypointot. A Pestre
Ezerhez. Ilyen bounty is ezt tudjak utazni. Akkor én nem jó fel megyek? Nem tudom hova tett, az városba gondolom. Aha. Akkor jó, persze. Ja, hogy te onnan akarsz fast travel-en. Aha. Akkor jó. Hát akinek jól megy ugye, milliárdos, hogy tud ilyenekre költeni. Aztán egyébként lefulladt a lovam. Na nézzük. Nézzük új lovacska. Alól meg lehet azt egyébként nézni, hogy milyen a kapcsolatunk az állattal? Uha. Erre játszottam, őszintén megmondom én is, hogy... Megvan. Megvan egyébként. Úgy kell, hogy ask, player, és ott a lóra kattintani. Ja, akkor itt írja, hogy a bondingja az level 3, és már csak egy kell, hogy szintet lépjen. Úgy, akkor nem. De ide radezve vagy, mi ez? Bizony, bizony, nitro, a nitro miatt haladjátok ilyen szépen Viridianet. Illetve azért, mert fölhúztam 200-ra, meg a Discordba is. Rodesz, megjöttünk. Hogy átlépett az asztalon? Na, megjöttem. Ó, Viridiana is megjött közben. Ó, milyen sapim van? Azt nézem éppen. Egy mosómedvét inasba raktál? Azt hiszem még ilyen izéhez járt, hogy két lépcsős azonosítást be kellett kapcsolnom. Tök menő. Ajba. Tök jó. Nem tudom egyébként, hogy lovacska most mi a baja, hogy őszinte legyek, nem tudom, de azt tudom, hogy nem tudok vele vágtatni. Esetleg szoktad kefélni, meg ilyeneket etetni? Hát, etetni szoktam, de kefém az nincsen. Ahó. Úgyhogy ezt majd venni kell. Ezt is kell. Ilyeneket kell vele. Meg megdicsérni. Én megpaskolom mindig úgy, hogy akkor csak a kefegelés az, ami hiányzik. Egy jó misszió, srácok. Itt láthatjátok az univerzumot. Mit csinál ott az a ló? Neki mi baja van? Itt mögöttünk. Ja. Megvadult. Szegény. Ez egy állatkínzással felél. Jó, eltűnt. Kiakadt. Na. Ned Bellinghamnek a hideoutjához kell menni. Kefével kell paskolni. Ja, hogy a kefével kell paskolni. Hát, azt biztos nem élvezni.
ha villog a staminája alónak, akkor mi a baja? Jó, kedves. Nem, az egész, stamina rész. Ez a fekete része a staminának, pirosan villog. Tehát, hogy nem ez egy koszos vagy ilyesmi is. Aha. Nem engedi, hogy tudod, hogy így, amikor nyomol a shiftet hosszan, akkor így használja a stamináját a lovamnak. Igen, sikerült megtalálni róla. Fárad? Lehet amúgy, hogy elfáradt. Nem, amúgy én nagyon hajszolom a lova, valahogy. Egy pillanat, csak Kalácskára rákezd. Na itt vagyok. Nálam voltak kaják a lónak, amik feltöltötték a staminát, meg a health-et. Itt vagyok közben. Hát... amúgy valószínűleg tölteni kéne a HP-t, meg health-et a lónak. Igen. Ha a lovon vagy és nyomod a tabot. Igen. És az R betűvel ott felül tudsz váltani, hogy ló. Uh-huh. És így lehet etetni közben. Uh-huh. Mikor lovon vagy, nem kell leszállni. Ó, én beleszúrtam egy inekciót. Az helyzet, hogy nincs nálam semmi olyan. Tehát ez az inekció, ez csak visszatöltötte volna a csíkot. Szóval, hogy így nincs kajám, úgyhogy majd azt vennünk kell. Ha majd ezt megcsináltuk. Úgyhogy kellenek ilyen dolgok. Hopp, túl közel jöttem? Igen, konkrétan belejöttem az ellenség arcába. Legalább... Nem tudják már lelőni a kalapot a fejemről. És a piát kell elpusztítanunk, hogyha minden igaz, ugye? Aha. Akkor... Majd, hogyha arrébb összenen, akkor rálövök erre a hordóra. Csak hogy így elpusztult? Jaj, mögöttünk. Megint mögénk jött valaki. Többen is jönnek mögénk. Mert itt még van előttünk valami ordó. Így kifolyik a pia. Hát ez nagyon jól meg van csinálva. Hogy így kifolyik a pia a hordóban. Ó! És itt még van bent valami, hogyha minden igaz. Lesett el a karakterem. Hogy kell felgyújtani ezeket a cuccokat? De azt hogy csináltad? Más lőszerrel? Felöttem, hát én is ott van lövök. Ha. Még erre a szerkentyűre kellene.
minden igaz. Na ez jó volt. Ezekben a srácokban lehet ilyen arany? Jó kérdés. Hát van is akkor olyan kis mennyiség. Akkor nem érdemes vele foglalkozni. Hát kisebb tárgyakat ki tudsz szedni, amit el lehet adni. Még valamiért ezt a izét jelzi. Ezt a szekeret. Pedig felrobbantottam. Vagy rajta van valami? Én nem látok rajta semmit. Na szerintetek, skacok, mi az, amit kéne most csinálnunk? Igen, Viridiana bejött a Shotival, bum-bum. Robbantak is a dolga. Nem feltételezem, hogy ebágos a játék, de valószínűleg csak én nem értek hozzá, hogy mit kell csinálni. De ilyen gránátosom sincsen, szóval, hogy hordót. Az helyzet már nincsen horda, ami ilyen robbanós hordó. Micsoda moló. Nagyon ég, az most már egyszer biztos. Akkor lehet, hogy tönkretettem, bebugoltattam itt a játékot. Na látod már a ládikó kiségnek. Red Dead Redemption szakértők esetleg vannak a cseten, hogy okosat mondjanak? Hát, nem tudom. Szerintem megpróbáltunk mindent. Dinamit, azt mondja rólak, hogy ha van esetleg dinamitod, az jó lehet még. Na nézzük. Igen, ez kellett. Gondolatod nem elég. Köszi srácok a helpet. Ki kellett csalogatni a célpontot, az volt most a feladat. Szóval ilyenekkel... Izé, próbáljuk meg elkapni. Jó. Már kötözöd mi? Vagy én kötözzem? Véletlenül átmentem színűzetbe. V-vel látsz. Na, ott megvan. Jó. Megvan? Gyere! Rángatlak a mocsárba, gyere te! Ez az. Holy shit, piece of shit. Na hát, már ő is megvan. Na, mehetünk.
Hát ez szép volt. A lovaink gondolom nem akarnak idejönni. Azt mondják, inkább szaladgálnak ott egy kicsit. Ú, de jól néz ki ez a hajó ott balra. De, van. Van krokodil. Tényleg, amikor én próbáltam így streamen kívül krokodil bőrt tenni a lóra, mindig amikor lenyúztam a krokodilt, el is tűnt a bőr a kezembe, tehát nem tudtam feltenni. Ez mitől lehetett? Ez bug, szerintem. Bug. Így lenyúztam, és rögtön eltűnt. Pedig az volt a tervem, hogy a krokodilbőrt felteszem a lóra. De ahogy lenyúztam, már is vette a kezemből a játék. Ezt rúnya nagy átokból, hogy egyet tudsz felrakni. Ez bug, ezzel én is találkoztam. Ja, aha. És akkor gondolom, ez újra kell indítani a játékot, hogy jó legyen. Ah, itt már vannak. Új, nagyon sokan vannak. Egy kapta. Hát, basszus, beleálltam a gazba. Ajaj, nagy a gond. Leszökött a ézi a főnök úr. Úgyhogy meg kell újra fognunk. De is meghaltál, bakker. Semmi gond. Na jó. És a főnök úr itt van valahol. De egyedül van. Menekül, ahogy látom. Igen, menekül. Na gyere csak. Gyere csak vissza. Lovacska. Hát, akkor is elkaplak. Hogy fúj. Na, ez az. Egy percünk van beérni. Jaj, bakker. Messze van, ahova mennünk kell? Oké, putok. Vágtatok. Valami furcsaság történik a játékban. Körülötted 99% hogy modder szórakozik. Hm. 30 másodperc. Hát... Elég kérség, hogy ilyen rövid időket raknak nekik. Le is esett. Rip. Na hát akkor... akkor most már mindegy. Húztuk az időt annyira, hogy azért... Ja, csak nem robbant fel a szekér az oltagon. Nem baj, így tudunk venni ilyen dinamitot, meg lókefét, meg ilyen dolgokat? Jó, van nézek. A fegyveresnél lehet venni olyat? Nem is, azért. Ja, jó. Atocska. Azt hiszem, itt mindent lehet. Na, oké. Okay. Veszünk lókefét, meg ilyen babákat, meg cukrot. Na. Azt mondja. Horse care. A fence-nél van a dinamit, a Rodas mellett van egy fence, oksa.
Na hát a zsebóra az most nem kell nekünk szerintem. Mert amúgy biztos menő lenne. Hát gondolom a low medicine, ezek azok, amik kellenek. Revivaló. Ilyen körtét, meg répát, ilyet vegyél neki alma. Igen, az olcsóbb, mint ez a ósa. 40 cent vagy. Ja, jó. Na jó, és akkor azt gondolom nem a Horsecare-nél van, hanem a... A Provision, vagy Provision. Provision, aha, Provision, aha, itt van. Na, és akkor Fresh Food. Ó, tök jó. Az gacot sok kaja van. Na. Meg ugye ott írja bal alul, hogy mire van hatással az adott. Ah, látom. Tök jó. Ó, hát ez mindent is tart, jól van. Veszek alma, egy kis répa. Yep. Maradsz. Megéri-e egyedül, tehát hogy megéri-e megvenni a Red Dead Redemption online-t, hogyha egyedül akarsz játszani? Hát, ha jó a matchmaking, akkor valószínűleg igen. Nem tudom, én élveztem egyedül is a játékot. Bár, tehát, hogy így Viridiánával nyilván jobb. Na. A kollektoros dolgot ezt egyedül lehet csinálni. Igen? Na, azt mondták, hogy a fanshez kell menni, az pedig az F betű, nem az a fast travel. Butcher, Gunsmith, Salon. Itt van. Bejelölöm, azaz. Jó. Na gyere, paripa. Vettem egy csomó kaját, azt most már így fel tudom nyomni, gondolom a saját HP-mat is. Erre az item V-re lehet kirakni kajákat, vagy azt máshol kell keresnem? Ugyanúgy több, és ott mész felül az R betűvel arrébb. És az itemsnél vannak a számodra a kaja. Nem tudom, hol kell keresni most így hirtelen. Lab, és a, van a weapon item és a horse. Először felszállok. Kilát. Nézzük csak. Lab. Lovacska. Aha, és itt már itt a répa. Azt hittem, hogy ezt a répát, ezt én is megtudom. Ja, amúgy kefét nem vettem. Úgyhogy mindjárt vissza is megyek. Ja, hát eléggé koszos a ló. Na, most fullas lett a ló. Szia, 4-20. Pillanat, itt veszek ilyen mókás dolgokat, ha már bounty hunt-olunk. Ja, oké. Okay. Szóval, hogy nagyobb rank kell, hogy állokoljak ilyen dinamitokat. Egyre piát tudok venni, meg zacskós kajákat. Jó van. Akkor nincs dinamit. Akkor gondolom ezeket a robbangatós dolgokat én nem is tudom így egyedül megoldani. Mert még izért se láttam. Molotovat. Most a Bounty-ból az egyik, ugye, hát három kategória van a legalacsonyabb, ilyen közepes, és a három dollárjeles Bounty. Úgyhogy én arra mentem, gondolom az egy dollárjeles, az könnyebb. És most még a hármasat csináltuk? Aha, a hármasat csináltuk. Mert akkor majd még egy ilyen, csak még meg kell fegelem a lovat. Kefálónak meg az istálóban van. Ó, oh, oké. Okay. Ez a stimuláns amúgy tetszett a lónak. Két dollárt belenyomtam a lóba, hogy helyre jön a staminája. Hát ez drága móka volt. Az elvesztett sapkámat, azt hogy tudom a karakteremre tenni azon kívül, hogy meghalok? Ja, itt van rajtam. Akkor mindegy.
Akkor kell istálunk. Istálunk? A város fölött van valahol egy. Igen? Kicsit messze. Ott. Yeah. Látom. Hát jó, akkor mi... Mondjuk kéne, én hogy... Én nyugodtan nem. Oké, okay, ja, elváltam. Mondtam, itt nincs közelebb, nagyvárosban. Nézem. Egyik se olyan közeli. Szét is lehet lőni elvileg az ilyeneket, viszont a lootolod, akiket megölsz, azok is adhatnak dinamitot vagy molotovot, aha. Az a helyzet, hogy én nem láttam, hogy így történt. Oda menjünk, amit jelöltél? Hát be tudsz fast travelozni innen, és akkor könnyű, hogy szeretnéd. Nekem jó a fast travelozés, azt mondja... Ja, látom. Hát gyorsan felszaladok ide. Felszaladunk ide, aztán lesz kefegelő. Mert, ja, koszos a ló, és így nem akar vágtatni. Vagy én nem tudom. Vágtat? Vágtat, az jól van. Csak olyan furán villog az a stamp. Aha, igen, jelzi, hogy kefegelni kéne. Wow, Rock, te ilyen menő vagy, hogy rapszekered is van. Azta. Az elég komoly. Szia, Renner. Igen, igen, nagyon gyönyörű a játék. Lehet valahogy menet közben kicsinyíteni a minimapot? Van rá olyan gyorskom? Kicsinyíteni? Miért aha, nagy neked? Hát, hogy lássam, hogy mennyire van távol a... Ja. Arra nem tudom. Gondolom, mely itt vagyok a közelben. Ah, ez olyan istálósnak néz ki ez a terület. Na, orz. És akkor szervíz. Appearance. Ha mindent visszatölt. Aha, itt vannak a kaják hozzá például. Stimulást is lehet venni. Ott van, horse brush. Gondolom ilyen csak egyszer kell. Igen, igen. Ó, és meg se kellett kefegálnom. Mert ahogy bejöttem ide, már meg is csinálták. Ú, de jó. Azért kipróbálom. Ó, igen. Ezt már szeretem. Na, amúgy indíthatod közben, hogyha gondol... Ja, itt vagy. Ha, eljöttem vele. Na, akkor fejlalom, hogy... Van itt egy fent. Fent is? Is. Na, akkor mehet az. Milyen szép tiszta lett. Azt hitted, lovacska, hogy barna ló, vagy az közben kiderült, hogy fekete? Hát igen, egy kicsit sáros voltál. Van lőszerem, van mindenem, jól van. Azt hiszem meglőtték a lovadat, Viridiana. Azt, amiket tud. Fakti.
Hogy átugrott Viridian a... Ezt láttátok, skacok? Hát ez nagyon menő. Azt hiszem ide nem kéne beugratnunk. Mindketten nagyot esnénk. Az igen, milyen erős a lovad. Nem fej egyébként, hogy van a hátsóján egy vörös falt? Csak azért kérdezem, hogy ez a HP-ját jelzi, vagy hogy ez micsoda? Vörös falt. Aha. Neked nem jelzi? Nem tudom, mire gondolsz. Várjál. Na. Megnézem közelebbről. Szia, Vekkella. Hát ez ott, igen, ott egy kicsit lyukas nálam a lovad. Már jó, elmúlt. Már jobban van. Gyémánt, az a neve. Azt hittem, hogy vérdíjat tűztél ki a fejemre, mert megsimogattam a lovadat. Várjál. Ez itt van közel, nem? Ja nem, a minimap szerint mutatta csak közel. Aha. Ott megy Samuel. Bejelöltem. Én megyek rá. Sziasztok, el kellett mennem, de már itt vagy. Na, örülök, Zsófi, hogy itt vagy. Most már öröm van és boldogság. Szia, Gében. Mert így kell egy 4-20, majd játszok veled is, meg a Rolkkal is. Kill or capture. Jó. Jól sejtem, skacok, hogy a capture-ért több pont jár? Vagy mit befolyásol, hogy én csak capture-olom a targetet és nem megölöm? Jól sejtem? Több a pénz, ha élve viszed be, aha. Nagyobb padlizsánt kapsz, na ez már tetszik, akkor elfogjuk. Most néztem, hogy a lovamat rólad neveztem el, jé. Az a neve, hogy esportoló? Érted? Amúgy akkora kiagyott zicser az, hogy nem e-sportolónak neveztem el a lovamat és lovacskának. Az legalább egy 50-es subgift lesz egy lovacska. Minimum tier 3-as. Itt lesz valahol előttem, érzem. Neked egy lovad van, Viridiana?
Aha, itt vannak. Hát ez majdnem kikötés lett. Ja, hogy meg kellett volna várni téged. Ja, hát igen, az mondjuk nem hülyeség. Remélem, hogy nem a főnök úr jött ide ki. Na, bocsánat, csak a belkezdett sírni. Nyugodtan, nyugodtan. De szerintem úgy meg tudod csinálni. Csinálom, csak nyugodtan. Fú! Kitelgetem őket. A szemét mindenet. Ó, jönnek. Még mindig jönnek. Na gyere! Ajaj. Nem reloadolni akarok. Gyere! Gyere! Jaj! Hát ez nem jó. Gyere! Gyere! Nem reload! Hát ez hihetetlen. Várj egy kicsit, öreg ember. Jó, hát még vannak. Jó. Már megint jönnek. Hát ez halál. A szegény lovacska nem álltott semmit. Ne! Gyors respawn. 6 perc. Sharpshooter Award. Meg lesz ez. Gyere, ló. Ovacska, gyere. Jézusom, mennyi hulla. És hol van a főnök úr? Haló? Menekül! Főnök úr, menekül! Ott van, jó! Hey,
Ez mókás lesz. Na. Na. Na mi van? Na gyere csak. 5 percünk van. 5 percünk van. Szia kutuska, üdv mindenkinek. Valószínűleg rossz fele indultam el. Igen. Hú, skacok, azért intenz volt. Mondjuk arra még rá kéne jönnöm, hogy... Aha. A répát, én úgy láttam, hogy én is meg tudnám enni. De az csak lókaja, nem? Lókaja, ami az én HP-mat is tölti. Ezt jól láttam, skacok? Kapod a répát, lovacska. Azt hiszem jönnek hátulra. Igen. Meg lehet ütni. Ez az. Na, jönnek. Futi! De durva! Hó! Na, jól kikötjük most a lovát valahova. Ilyen villanyoszlop az, hogy mi ez, ezt ki lehet kötni? Rusty Steed, ó, 4-es lett a lovam. Hoppácska, maximális a kötődésünk, lovacska, csak mondom. Na, szevasz, megszor, üdv mindenkinek, srácok. Elfogtam egy rossz fiút. Méghozzá Viridian a rossz fiúját, mert hogy ő vette fel itt a küldit. Én most jobb fiú lettem, vagy rosszabb? Nem figyeltem, hogy a sáv az most így merre mászott. Konkrétan a lóverseny is a játékban, így van, Renner. Így van. Más PR-ekkel tudsz versenyezni. Hogy állunk? Nem ezt akartam. B. Jobb fiú lettem? Na, örülök. 2,17 aranyam van, hát ez kevés. Aha, hát nem látom, hogy ettől a répától nőne a HP-m. Igen, ki lehet fogni jó akciókat, amikor... Ja, igen, ez lókaja. Tehát ezek itt lókaják, jól van. Akkor valamit benéztem. Igen? Indíts csak amúgy, mert eszik a baba, így nem tudok egy kézzel. Nyugodtan indíts, igen, igen. Jó. Csak nyugodtan. Intézd. Igen, most éppen féláron van a Red Dead Online, az 10 euró. Na, miért nem tudok? Szia, Dék, sziasztok, skacok. Ide lehetett volna kikötni a lovat.
Az a kérdésem, hogy a szervert kiválasztottad, vagy random szerver, vagy ez hogy működik? Ezek olyan lobbik, mint a GTA Online-ban, hogy ilyen lobbikat csinál neked a játék. És akkor azokba a lobbikba pakolja be az embereket, amiket nem tudom mi alapján pakol be. Szóval, hogy itt nem ilyen szerveresdi van, de ha jól tudom, egyébként lehet szervereket is csinálni. Bár az nem tudom mennyire legit, tehát hogy nem tudom, hogy te például a játékba tudsz-e hosszolni szervert, nagyon valószínűséggel nem. De azt például tudom, hogy a GTA 5-ben úgy lehetett saját lobbit csinálni, hogy fogtad, lepauzoltad a feladatkezelőbe a GTA folyamatot, azt kirakott téged a saját lobbiba. Ja, azt vágom, hogy vannak RP szerverek, de azok annyira nem legit dolgok már, mint hogy így... hogy mondjam? Nem tudom, mennyire ütköznek szabályokba. Akkor ebben mindig másik szerverem, vagy ezt úgy kell elképzelni, hát mondjuk ezt nehéz jól megfogalmazni. De akár például te is látsz a host, és akkor te rácsatlak. Tehát, hogy nem tudom, vágod ezeket a lobbis dolgokat. De hogy így nem kell semmit se választanod, hogy hova akarsz menni. Tehát, hogy itt sessionök vannak, lobbik vannak, nincsen szerverek. Bárki bekerülhet egyébként a te lobbidba. Terheltségtől függ, hogy melyik session... Ja, meg hogy melyik van hozzád közel. Privát lobby az online-ba, kettő ember kell, csináltak egy privát... Ja, tényleg, lehet privátot is csinálni, viszont akkor, ha jól emlékszem, a GTA 5-ben egy csomó dolgot nem lehetett csinálni, hogyha privátot csináltál. Szóval mindenféleképpen online session kellett ahhoz, hogy a játékot így teljesen tud élvezni. Oda kell egyébként átmenni. Csak sehol nem sekély a víz. PvP elemek, aha. Szia, Zsarát! Na, srácok, megjöttünk. Lovaska azt szeretné, hogy meg kell fegyeljem, úgyhogy még mielőtt a misszióba itt belevágnék, kap egy kefegelést. Szép tiszta paripa lesz. A fa nem engedi oda. Kapja a kefegelést. Kap még egyet. Jó paripa, meg is etetjük. Igen, Spimi. Nemrég hozták be a DLSS támogatását a játéknak. Na mindegy, akkor nem kötjük ki. Húha. Egy jó brandit iszunk. Igen, a karakteremnek is kéne valami. Kamera. Igen, így kellenének dolgok, azt nézem.
Hát a kefélés, az a kefegelés, csak ugye... Kefe. Értem. Üdvít, srácok! Szóval meg kell keresni a targetet. Elvileg itt van valahol. Itt van egy törött szék, ez gyanús. Gyanús ez a törött szék. A törött szék elvezet minket a ház mögé. Egészen föl itt a hegyre. Én hallottam már kefegelés, tehát hallottam már ezt a szót, hogy kefegelés. Várni. Mi az a cucc, ami kijön a hátadból, amikor ilyen elemző kamera mód vagy? Hát a szagom. Látom a szagom. Ajjaj, ujjjjj. Aha. Azt mondja, menjünk vissza, és próbáljunk meg egy másik irányt. Aki nem bír a vérével, és meg akarja mondani, hogy hol keressem, az rossz streamen találta magát. Na, tehát törött a szék, ne erre keresgéljek. Itt mutatott egyébként valamit nekem a játék. Így van. Azt mondja, hogy nézzem meg ezt a szekeret. Nem lettem okosabb. Aha, ott van. Ah, aha, Isten, mert csak meg kéne nyomni egyébként azt, hogy kövessük a nyomot. És akkor nem kell nyomogatnom a shiftet. Mármint ugye a középső egérgombot. Vagy legalábbis nem annyiszor. Ez most hova megy? Hova megy tovább? Ide jött. És nem is ebbe az irányba van. Szóval akkor ezek szerint van még más irány. Van egy gönc. Brutál jó állni, brutál jó a játék. Nekem speciál, nagyon tetszik.
Most ilyen bounty hunteres küldiket csinálunk. Aha, megvan. Meghalt. De hogy halt meg? Még hallottam egy nagy ordítást. Igen, én is, de miben halt meg? Ja, és amúgy brutál szép a játék. Itt van. Ha, feldobom a lovadra. Mit szólsz? Ha fel tudom, fel tudom. Azt viheted is nyugodtan. Meg majd megyek mindjárt utánad, ha lovacska engedelmeskedik. Én halt a várakozásba. Hát az utolsó nyom volt a sikeres. Hát lehet, hogy itt nem tudunk felmenni. Megtanultam ma árni, hogy kefegelni kell a lovat. Meg hogy eltetni kell répával, meg ilyen dolgokkal. De vicces egyébként, hogy meghalt magától. Talán nem jön vonat most. Igen, én is ebbe bíztam, amikor a sineken sétáltam. Na, megjött a tádos. Olyan furán mutatja nekem egyébként. Ja, mert hogy... Nem jó helyen vagyunk. A sinem végig jössz, akkor jó. Ilyen közel volt, azt a 0,32 arany. Hát még jó sok küldit meg kell csinálni a 15-höz. Hát igen, ezért vettem én inkább. Na, már itt kellett leadni egyébként? Aha, itt várt a kocsi. Ó. Oh. Azt nézem, hogy... legközelebbi bounty is, az erre van. Van még egyébként valami fajta misszió, amit érdemes lenne csinálni? Mert ahogy látom, itt nincs a közelbe semmi. Hát tudunk bounty-t, meg ugye tudunk leadni pálinkát. Ilyeneket lehet. Csináljunk olyan pálinkásat. Az itt a főzőm. Jó. De nem tudom, hogy hány százalékon áll most, hogy lehet-e is, lehet-e vinni, vagy nem. És azt el tudják orozni tejerek? Aha, igen. De mi nem szokott gond lenni nálunk, amikor játszottunk. A Blood Money az milyen típusú küldi ott? Ott miket kell csinálni? Fogalmam sincs, nem álltunk neki mi. És kacok, hogyha esetleg vágjátok, nyugodtan leírhatjátok. Jajjaj. Ajaj, hajrá farkasok. Ó, ez 15 XP van. Mint egy órája sötét van a játék. Ja. Jó sötét van. Kivilágosodhatna. C4
szép napsütés. Júj! Azt hiszem nem erre kell menni. Jaj. Van ilyen random. Szia, kiket le lehet lőni. Azt hiszem eltávolodtam tőled. Jó, az itt vagy egy köpésre. Hát jó. Ha most nem sietünk volna a Elinka főzni, ez akkor jól megnyúztam volna azt a farkast. Hát szerintem megnyúzhattad volna nyugodtan. Majd még úgy is lesz. Érdekes a Bloodmane és cucc, azzal még én is ismerkedek. Akkor ez ilyen új dolog ezek szerint? Menj meg az idegent. Ez nálad van? Aha. Akkor elmentem egy izé mellett sajnos. Az idegenmentés az az, hogy fel kell őt tenni a lovunkra, azt elvinni valahova. Ugye? Aha. Van pár rossz fiú körülötte. Vannak több lépcsős bűntények, amik lépcsőfogok között bizonyos idő kell, hogy elteljen. Jól hangzik. Akkor ilyen jó hosszú küldi, gondolom. A Bloodmane-re majd rá kell nézni. A csillag az állatoknál az mit jelent? Milyen minőségű, vagy nem tudom, hogy mondjam. És ugye a fegyver is számít, hogy mivel lövöd meg, az is rontja a minőségét neki. Akkor jól vettem észre. Mert meglőttem egy hármasat, azt eltűnt a... Tehát, hogy már rögtön nem hármas lett. De durva. Érdemes fegyvert váltani. Teheted. Ja, a csillag az állatoknál a plém minőség, aha. És valami különleges lőszerrel, vagy másfajta fegyverrel, vagy ami nem roncsolja annyira a témát? Igen. Fegyvert elég, ha váltasz. Na, megjöttem közben. Néha nem árt megtisztogatni a fegyvert. Vat, ilyet is le kell csinálni. Wow! És ott javulnak a statjai. Ó, most még vigyem el a városba ezt a random NPC-t. Bocsi. Ja. Csinálj csak nyugodtan. Elvileg be tudsz menni te is az épületbe. Mag se. És körül tudsz nézni, hogy hogy néz ki. De jól néz ki így belülről. Például ne autó shotgunnál négyszer oldalba és jobb marad a minősége. Oké, és... Hát igen, ezen is kell mit javítani. A fegyver kondíciója az a tisztaságát jelenti, a jól sejtem. Hát ez nagyon durva. Mik vannak? Nem, köszi szépen, Rolk. Majd úgyis akarok újabb fegyvert, csak még hát ugye nincs rá pénz. Na.
De jól néz ki a távolba. Mennyi pénzem van? 207 dollár, hát ez nagyon kevés. Van FPS-es lovaglás, hát... Ugye meg most mutatom. Azt mondta Adri, hogy neki az például jobban tetszett, hogy... Így ültem fel a lóra. Ó, kaptunk aranyrudat. Na, meg te pénzt. Is kaptál, érte? Ha? Szuper. Ú, FPS-es kefegelés. Na nézzük. Viridiana zsákjába belépünk. Hogyha nincsen ilyen Moonshiner sekkem, akkor nem kapok Moonshiner XP, de nem baj, hogy csináljuk meg így is. Alul van a főzők. I have finished this batch. You can tell it when you like it. Ó, hadd nyomja ott. Excusez-moi. Your boss has a batch ready. Meg a kis. If you are interested. Bár, nem tudom. Egyek? Illegál kocsma. Ó, illegálkodások az a kedvencem. És ugye ezt lehet fejleszteni. De menő. Helyet. Itt nagyon unatkoznak. Menő. Lehet inni, és tudsz. Azt hittem, hogy ide jön valamelyik takarítónő. Nem tudom, de lehet kérni piát, azt látom. Aha, azt írja. Most éppen te vagy a... Aha. Ott is van. Cheers! Na, most már mehet a buli, mehet a kaland. Van még itt valami, amit meg lehet nézni? De jó, a gyertya tartó. Ez tök menő. Ez a rész. Forgive me, but perhaps you have not seen the prices for our ingredients. We need a way to get them cheaper. Ops, nálam eltűntél. Itt vagyok a bácsinál, na van 20 üveg, amit le tudunk adni. Mehet tőlem? Ja, 75. Jó sok küldit kell csinálni, srácok, az elején, hogy így bármit is tudjatok venni, fejleszteni, vagy
Hasonló. Mind dollárból, mind aranyrúdból. Hups! Eldobtam itt a dohányt. Meg kell védeni a vagont. 10 percig. De már gondolom úton vagy, igaz? Nem, itt vagyok, még az épület mellett. Ja, jó. Én is szálljak fel melléd, vagy jöjjek veled a lovon? Ahogy neked jó. Akkor megyek mellén. De vezetette? Mondjuk át lehet adni közben. Hát... Ja, aha. És átjöttem el az út. És akkor ugye ennél nem mehetsz olyan gyorsan, vagy köveken vigyázni kell, mert törik közben a pálinka. Akkor ne is nyomja a shiftet, mi? Megpróbáltam. A középen a kis kerék mutatja, hogy még fullos, és akkor csökken, hogyha sérül közben. Na kösz. Szia, kokopasz. Egyelőre élvezem ezeket a küldiket, még meg kellene. Itt jön egy másik player, el is ment. Aha, látom, lejjebb ment. Aha. Itt meg... Ajaj. Itt... így átmegyünk. Hello. Akkor ezek szerint ők enemik voltak. Azt hittem itt kell majd leadni. Nem. Pálinkára pályáznak. Azt nem kapják meg. Ó, bakker. Megint lejjebb ment. Nagyon ütlegelem itt a lovakat. Igen, szegények, kapják mentesen. Gondolkozom, ezen a játékon érdemes. Hát én még csak most kezdtem, de eddig nagyon szimpatikus, legalábbis az eleje nagyon szimpi. Ide kellett hozni. Hát akkor ez sima. Hát ez ennyi is volt. $15. 0 aranyrúd. Pillanat közben, srácok. Na, mit mondanak itt a sztorba? 3000 forint a 25 aranyrúd. Biztos nem. Úgyis majd akarom nyomni off-stream, azt összejön ez a 15 simán. Na, mi van itt? Közel valami küldi. Az az integető bácsi, ő mit szeretne? Az milyen fajta küldi lesz? Oh,
mindig más, szerintem az. Kiszabadítani valakit, vagy elvinni valamit valahova. De hogy ugrottál át hozzám? Lehet, hogy csak menet közben lehet. Akkor kiírja. Ha, látom rá, kiírta. Csak nem kell rád néznem jobb klikkel, hanem... Denied. Amúgy vannak rendőri ellenőrzések, vagy pálinka tolvajok, a rendőri ellenőrzéseknél csak csekkolják a szekeret, ha előküldisztél, akkor tovább engednek, ha nem, akkor le akarnak lőni. Ó! Oh. Wow! És random dobja be, hogy melyik jön éppen. Most csináljuk meg azt, amit bejelöltél, aztán meg majd nézzük meg ilyen Bloodman is küldit. De ez most soha... Strangert? Strangert nézzünk. Nem. Hanem itt... Várjál, keresem, hogy... Azt hiszem ő az, bár nem tudom, ez mennyire van messze. Én nem látom a jelölését. Pillanat. Van Strange... Nem mondjuk... Még nem jelöltem be semmit. Ja, ott. Aha, Joe. Na, a Joe van egyébként a legközelebb, ahogy látom. Mindjárt bejelölöm. Na, ő az. Ő a Joe. Én nem látom a jelölését. Ja, mert... egyáltalán nem? Nem. Mutasd az utat. Akkor. És ez most tolvajosdi volt, vagy rendőri ellenőrzés, mert én nem figyeltem. Micsoda puska van ott, tehát az valami sniper, vagy valami bolt action cucc? Sniper, másik meg shoti. De jó. Amúgy nem tudom, melyik volt ez. Már nagyon gyorsan ránk lőttek, úgyhogy lehet, hogy hol vagyok. Pont alligátorra vadásztál? Ja, én a sztoriba még nem akartam belekezdeni, de már így a múlt is nagyon-nagyon szimpatikus. Szia, Levi! Már előre félek, hogy itt az erdőben jó nagyokat fogunk esni. Azt hittem a kis székhez fogom, de a kis szék nem. A farakásra kötöttem ki a lovat, az nagyon stabilnak tűnik. Igen, itt is nem fog elmenni. Engem nem akarnak itt, nem akarnak itt beengedni. A kis kapun. Lehet, hogy egyáltalán nem engednek be itt minket.
nincs magyarítás, csinálják, de valószínűleg a multiához nem lesz a játéknak. Nem szeretne beengedni. Nem akar minket. Red Dead Redemption 2 szakértök mi... Hopp! Ja. What do you want? I said, what the hell do you want? You want work? You want work? Azt hiszem az ő küldét, mert csináltam. Right now, kind of on edge, you know? But to be clear, I didn't do it. Folk lie, you know, make shit up. Don't add up. Why would I kill him? Don't make sense. I didn't. And I wouldn't. And you got my word on that. Honest. I'm not a liar. Anyway, you friends with Micah? With Cleet? With Samson Finch? Well, don't matter much. As long as you keep your mouth shut. And don't lie. Folk talk a whole heap of shit. I swear I hardly knew the bastard. But this fella... Micsoda bőr mellénye van. This fella and his bunch. Degenerates. And liars. If you kill him, maybe I can walk free. Úgy minden szuper, Levi. Szerencsére. Remélem nálad is. Good. They're over at Fort Brennan. Ó, micsoda hosszú ballonka bátyja van. Gun for hire. Meg kell keresni és eliminálni mindenkit. Mindenkit meg kell ölni, hogy meglegyen a teljes reward. Na, kíváncsi vagyok. Ez amúgy, ez a Blood Money is küldetés, vagy ez nem az, srácok? Vagy azt külön kell indítani a menüből? Hát neki külön izéljen a menübe. Ja, én is azt látom, hogy van valami külön. Hát, hogy... Na, akkor majd kilépünk, azt megnézzük. Ha még ez az, ja jó. Menő, hogy több player karakter is benne van a saját animációval a kis párbeszédes. Ja. Már meg is jöttünk. Itt jön az egyik. Ja. Nem sikerült lelőnem azonnal. Ez olyan ő küld. Erőd, vagy mi? Ja. Jó, sokan vannak itt. Egyem, el fog menekülni. Vagy legalábbis próbál menekülni. Nice. Én elmegyek azért a menekülőért.
hát valószínűleg lóval kéne menni a lovas enemy után. Én még sose áztam el úgy igazán. Aha, na. Aha. Ó. Meg lesz most már. Igazából csak az volt a kérdés, hogy ez Blood Money, amit most csinálunk, és hogy mibe tér el a Blood Money ahhoz képest, ami a menüben van. Nulla egész a 0,8, hát ez nem sok. 0,08-at kaptunk a az arany izébe. Na, itt be. Itt is jelöli a városba. Nekem ott nem jelöl semmit, de mehetünk oda. Nekem ja. Ott van egy jelölés, Blood Money. A sárga, ugye? Aha. Ja, akkor neked is bemutatja a játék ezt a küldit. Ja, mert te már megnézted. Aha. Ha. Itt egy szellemló. Mi a manó? Lehet, hogy passzívban van a másik player, nem? Lehet. Na, erjel amúgy László, adok neked permitet, aztán... Hát, ha okosabbak leszünk a Bad Money-val kapcsolatban. Kapitélt kell gyűjteni. Ja, tehát a menüből progresszálni tudjuk ezeket a Blood Money-s dolgokat. Izé, megpróbáljuk a menüből? Aha, mehet. Na, szerintem az ki is kell lépni, ha tippel nem kéne. Akkor legyél te a vezetője izének. Oké, okay. Osse. Ó! Oh. Lehet nem a Quid Game-re kellett volna rányomni. Igen, igen. Legalább most megláthatjátok, srácok, hogy HDD-ről milyen gyorsan tart be. Ez nem baj róla, hogy arra állít minket rá. Mert kíváncsi vagyok ezekre a dolgokra. Gyorsan be fog ezt tölteni, skacok. Köszi, László! Egy pillanat, csak ilyenkor, amikor elindul a Red Dead Redemption, akkor valamiért nem tudok altabolni a chatre, de most már jó lesz. Nem, amúgy alapvetően nem vészes a loading. Na, online, és hát nem tudom, hogy már most be tudlak-e inválni. Majd szerintem... Új. Smoothkal is megnyomtam, azt nem tudtam bezárni. Igen, ez most is így lesz. Hát igen.
Amikor előhozza... Csak amikor előhozza ezt a Steam-es overlay-t, akkor nem tudok belőle kilépni. Pillanat. Amúgy lehet, hogy egy eternitás lesz most újra egy lobbyba kerülni. Én még kint vagyok. Tényleg srácok, hogyha van Prime-otok, akkor most be tudjátok gyűjteni a Red Dead Redemption-os jóságokat. Hosszú amúgy ez a cinematic. Egy 2-3 perc. Szóval nem. Akkor már nem lépek ki belőle. Hát nyugodtan nézz végig. Na. Crimes? Hosse up. Itt le kell görgetni. Jaj, ne! Azt hittem, hogy rányomtam, hogy induljon el. Ez ilyen series, vagy mi ez, amit most keresnem kéne, skacok? Mert most így nem dobja fel. A Bloodman-it most nem látod ott? Nem. Ez normális, kacok, hogy nem látom itt a Bloodman-it? Pedig eddig mindig, amikor elindítottam a játékot, akkor feldobtam. Most meg semmi. Ilyen Bloodman is küldiket szeretnénk csinálni, Petya. Ugyanúgy a Free Roam mapra dob rá, csak közel egy olyanhoz. Ja. Itt kéne keresnem egyébként valószínűleg. Van, amikor nem dobja fel? Az jó. Hát akkor kiválasztottam egy Bounty Hunter-eset. A Crimes lett volna? Most már mindegy. Köszi egyébként az infót. Mert nem tudok rá joinolni. Mindjárt intézem. Hogyan csináltál olyan possét? Az L betű. Oké, és akkor Posse, és ott. Nagyjából 1-1.5 perc a loading. Semmi gondolok. Világos, hogy mire céloztál. Azt hittem, hogy a menüből a Blood Money az, hogy is mondjam, gyorsabb lesz. Jobban tudom majd vele haladni. Na. Tehát nyomunk egy L betűt. Posse. Itt van, Ratyi Rambók. Én benne vagyok. Ha minden igaz. Na most már joinolok a te sessionodbe. Privacy invite-olni.
Ez most a Ratty Rambók lehet? Ha látod, ahova csatlakoztál eddig, de te új, most maját saját magadnak is tudsz létrehozni. Aha, oké. Okay. Sajátot. Nekem jó ez. Mindjárt akkor hívlak. Hátra csapott fejjel aludni a buszon egy élmény. jól megy zsarát. Ratty Rambók was reformed, azt mondja. Ha, és most már tudsz majd. Evening. How's your luck? I'm fine. Állati vadállat ölögetős challenge, azt neked is feldobta? Aha. Ezt csináljuk. Rányomtam, hogy F1. Bár lehet, hogy nem elég határ. Aha. Be is hívott. Téged behívott? Aha, lementem. Aksa. Bedobott múltkor egyébként ilyen horgászós eventre. Na hát ott teljesen vakon voltam, mert hogy az nem ment. Néztem, hogy... horgáztam benne. Hú, pedig nagyon hangulatosnak tűnt. A végén... Tehát így 8 vagy 10 perc után addig jutottam, hogy megfogtam másnak a halált, és azzal szaladgáltam, mert hogy így nem ment. Ha? Vadállatokat kell ölni. Azt hallom, hogy itt nagyba megy a puffogtatás, de vadállatokat nem látok. Valakinek már van 4 kíje. A piros pontok fele kell menni? Ez nem amúgy player? De player. És akkor gondolom egymást is lővik. Igen? Én nem tudom. Itt volt valami különleges farkas. Valaki meghalt. Az eagle-eye-t nyomjam be, és akkor jobban lehet. Aha, itt vannak ilyen trackek, ez például a low track. Valaki talált egy izét. Medvét. Ó, hallom. Na, lehet 2 pontom. Én egy állatot csináltam. Aha, hallom a medvét. Meg is ölték. Hát, kimentem a pályáról. Milyen jó, hogy pályán kívül volt egyébként az állat. Ja, hogy a rerekkel az a gond, hogy abban jó sok lövés kell. Miért van ilyen sötét? Óhó, megöltem. Aha, ott is szaladnak állat. Ja, az egy ló. Jézusom, az a medve! Az olyan, mint egy bőlény. Hát azt megszeretgette azt a playert. Meghalt.
Öltem egy borstot. László azért mondta lovacska, mert akkor kell segíteni, hogyha kérem. Hát nem tudom ellőni a rókát. Meglett. Na, hogy megy Viridiana? Állatot se látok. Ez a fasság. Ölik itt a különleges állatokat. Ó, itt van! Hát nézd meg, levadászák itt az állatot. Valakinek már 24 pontja van. Le fog járni az idő. Ha. Ez relatív, mert a segítség nem backseat. Jó, akkor olvasd el a szabályzatot, László. És akkor ott egyértelmű lesz, hogy mi az a... Tehát, hogy... Mertem. Nálam nem is mutat a tabellán. Lehet, hogy nem is egy lobbiba voltunk. Én még nem láttam a tabellát. Ja. Lehet, srácok, mert megint nem tudok kitabolni a chatre. Aha, szerintem nem egybe voltunk. Ja. Mutattam egyébként, srácok, hogy mi az, amit nem szabad. Itt van fekete szabályzat. A szabályzat, elmondom. Hatodik pontja. Csak akkor segíts a streamernek, ha ő kifejezetten erre kér, az azt jelenti, hogy nem kell segítség, hogyha nem kérem. Na. Szóval a Porsche, joinolok a Porsche-ba. Prati Rambók, rejoin. Ez tökre olyan GTA-s volt, ahogy így joinolunk. Jaj. Váó, Petya. Miket nem csináltam? Itt van mellettünk egy Bloodman is, akkor ez elvileg. A ilyen kis vér, meg benne van a dollár, ez az. Ja, ez az. Megnézzük. Ha? Viridiana nagy Rati Rambó. Pedig nem bonyolult ez, srácok, hogyha kérek segítséget, akkor segítsetek, de éppen annyit, nem többet. Szóval így, ez ennyi. Hopp, itt van valaki. Itt van Nerta. De ha meglátjátok, hogy bénázok, de nem szólok, hogy kéne segítség, akkor nem kell. Tudom, hogy nehéz egyébként, főleg, hogyha professzionális szinten űzitek a Red Dead Redemption-t. Azt hiszem ez megint kell lesz, Viridiana, hogy betörj. Hát ott mondtam. Csak észének indítja.
What the fuck, buddy? What the fuck do you want, huh? Jaj, akartam kérdezni egyébként, skacok, hogy láttam olyat, hogy milyen küldi az, amikor vonaton lehet, vonatsíneken lehet megölni a népeket, ahhoz mit kell csinálni? Olyat szeretnék csinálni, az látványos. I've temporarily lost me friends. It's a fucking disaster. I had them. I went away for a couple of days on a killing of a bastard I owed a killing to. Ah, good man. Yeah, and I lost the folk I ride with. Big bunch. Not like you, la. No, we lived like sultans in our fucking tents. I'll find them again. Legendary bounty. Before, yeah. Oh. Once was for 3 months it was. That's how it goes, I guess. Multiplayer-ben story is van. Hát, vannak ilyen szakma bemutató dolgok, meg ilyen csícset. Na és hogy lehet olyan legendary bounty-t csinálni, nos? Igen? Ahol nem csak annyi, hogy ugye elmész is megölted, van egy kis plusz. Na, akkor csináltunk még ilyen legendary-t. A szimpatikus volt. Szia, leves teknős egyébként. Üdvít mindenkinek. Neked adott be valamit? Mit kell csinálni? Semmit. Az jó. Érdekes. Az jó. Arany jelölő. Mindegy, menjünk oda, ahol lehet ilyen legendary Viridiana, én nem tudom, hogy hol. Bounty-t. Aha. Ja, közelünkben nincs bounty. L.A. Póker. Erre a nagyítóra gondolsz egyébként, Petya? Más nem látok. Nem, akkor... Mert kiszedték lehet, mert az... Vagy csak én még nem fedeztem fel ezeket a dolgokat. Jézusom. Jój. Paci, mit csinálsz? Hova megyünk? Azt nézem, hol van itt közelünkben. De most nem is láttam a bounty-kat valamiért a térképen. Akkor csak belementünk valami külön. Igen. Itt mutatja is, hogy Sean meg Geyer vagy micsoda. Csak őt mutatja. Akkor menjünk oda. Hát igen, csak az meg az, ahonnan jöttünk. Ja. Ja, szóval valószínűleg most azért nem látjuk, mert hogy benne vagyunk egy küldibe. A szakmákat még mindig aranyból kell megadni, igen, és brutálisan drága be kell. Mármint, hogy kezdőként drága. Bár már lassan 12-es szintű vagyok, és még mindig csak 3 goldom van, szóval hogyha ez így megy, akkor... Hát... Igen, még 5-ször ennyi óra kell ahhoz, hogy legyen sok goldom. Lehet bágos a küldetés, ez nem jó. Én nem játszottam végig a singlet, sőt PC-n még csak el se kezdtem leves teknős, és úgy nyomom a multit. Nekem meg sincs, én csak a multit vettem meg. Ó. Na,
Azt mondja, hogy csak te tudod elfogadni a küldit. Ja, mert hogy most fogjuk felvenni tőle a dolgokat. Itt, ha beszélsz vele, tudsz választani, ha minden igaz. Szürke egyelőre, nem enged semmit. Igen. Csak annyit ír, hogy, ja, mert, hogy hamarosan. Itt volt más player, most már tudni fogsz el velem. Most? Még mindig szürke. Mindig azt írja a fenn bal felül, hogy ő hamarosan kezdődik a misszió. Nem tudom. Nem. Szürke mind a két lehetőség. Van a Blood Money Mission, meg a Free Room Mission. Na, erjel. Ha lejövök tőled... Na. Létrehozol egyet? Nem, csak megnézem, hogy nekem elére. Most feloldódtak a küldik. Majd látom. Ja, most már működne. Na, erjel, akkor csinálok nekem valamit. Nekem amúgy nem. Neked nem megy? Nem jó? Ki van szürkítve? Google-s azért nem indul. Aha. Hogy lehet ilyen possét csinálni, skacok? Think I chafed at the idea of working for an Italian fella. Not a bit of it. In fact, I'm glad to do my bit for Irish-Italian relations. Even if he is a bloody windbag. Space. Jó, jobb oldalt írja. Ja, látom. Temporáris. Igen. Jó. Na, és meg is vagy elvileg. És a Blood Money. Got some interest in new leads. Maybe some capitali there too. Sure I struggled. És itt, ja, látom, és itt vannak a pártok. No can do. Not without some more capitali. Ó, na ez viszont egy elég komoly mission lesz. El sem tudom indítani, ahogy látom, mert hogy kell kapitála, a kapitálét meg gondolom a missionok csinálásával csinálunk. Azt hiszem, ezt a kapitálét mondtátok, hogy gyűjtögessük, és akkor tudunk nagy missionre menni. Jó, akkor vannak itt ilyen part egyek. Azt mondja, legyen ez a Jeb Phelps. Tudom elindítani. Sőt, ahogy látom, egyiket se tudom. De egyet el tudok. Most már ezt is. Igen, azt a nagy missiont néztem. Csak ahhoz kell kapitála. Igen, ez új, ez jött be mosnos. Neked elindult a cutscene? Nem, semmi. Tíz kapitálán, három arany, vagy farmold a missionokban. Nem, most a missionokat csináljuk úgyis. Ja, hát az elején biztos uncsi lehet egy csomót farmolni, tehát tud ki. Hát főleg, hogy ilyenkor nem is lépsz semmibe se szintet, hogyha meg már felvettél egy szakmát, akkor ott meg fejlődsz, nem? Persze. Igen. Ahol van part 1, 2, 3, ott a part 3 többet ad. Ja, azért is kezdtem bele egy ilyenbe, mert ez így tetszett. Kicsit megmutatta az eget. Valamikor lesz-e néző játék? Persze. Na. Meg kell mentenünk Jeb Phelps-et. Ezt meg lehet csinálni úgy, hogy nem támadjuk meg őket? Vagy ezt hogy érdemes csinálni? Mit mondasz, Viridiana? Fogalmam nincs. Itt vannak. Hát akkor szétlövöm őket, mit szólsz?
Azt hiszem halok. Igen. Köszi. Hát, ostoba voltál egy picit. Ó, oh, nice. Szóval ezt föl kell rakodnunk. Ezt a hullát. Vagy félreértettem? Itt van nálam egy hulla. Jó, gondolom, rakta lovatra, nem vagy? És akkor... Jó, mert követ ez a happy téged. Igen. Igen, egy halott bounty huntert kell leadni. Ő nem akar valamit veled? Igazán szeretne felülni, ahogy látom. Akkor felteszem hozzád. Hú, jó véres lett így a... lovam hátulja. Jaján, most már mehetünk. Az előbb válaszoltam a kérdésedre, Mekke Robert. Hú, csak úgy száguldak. Huszonegy percünk van. Akkor én messze kell vinni? Igen, megnézem. Nem, nem, ide. Pont ide kellett hozni. Szia, Teki. Sziasztok, sziasztok. Ja, ide kell csak ledobni. Do you see this? Aye, aye. Single one of those cocksucking bounty hunters. Damn! You picked the wrong man. Oi, oi. Ajjaj, minden oldalról jönnek. Tetszik egyébként, hogy a lóra felakadva szaladigálnak. Aha. Még itt van valaki, ha jól látom. Aha. Hú-hú. Ki se jött még. Rerrerol. Klub 14.
Csak úgy lépem a szinteket. Ez a gond, hogy elpuffogtattam az összes golyómat. Hoppácska. Elcsórom itt a útjukat. Találtam ilyen Cups tarot kártokat. Tanál a Pestel lehet ölni ezeket. Oh. Most mi történik? Nem tudom, és azt várom, hogy most mi lesz. Jaj, szegény lovácska. És kacok, mit mondtak ilyenkor most, mi történik? Enemy area, aha, tehát akkor ezt kell valószínűleg bejárnunk. Hát, ha még itt jönnek. Már ez már a part lesz. És nem jön senki. Na ja, itt már nincs senki. De hallom, hogy kiabálnak, szóval... Aha. De mintha az épületben lennének bent. Aha, ezt kell begyűjteni, ha minden igaz, ezt a piac. Fire a battle, ez micsoda? Hogy lehet ezt vajon elő? Hogy lehet ezt elő? Ó! Na. Rádobom szépen itt az épületekre. Ki kell csalni őket. Aha, már jönnek is. Ja, innen is. Úristen, menjen! Óhúhúhú! Jaj. Itt valami... combos emberek vannak. Na igen. Ne vinne el titeket? Aha, combos ember jön. Kapta a combos ember. Na, megvagyunk az helyzet. Még én itt nyomok lootolásokat, de megvagyunk. Csak ki kellett őket csalni. Molóval. A Bounty Hunter díjazással kapcsolatos rendszert a lehet tömören írni, hogy hogy működik, csak azért, mert egy kicsit csalókára csinálta a Rockstar. Mondjad! Már gondolom azt akarod mondani, hogy az utolsó 30 másodpercbe adjuk le az embereket, vagy nem arra gondoltál? Pentacles tarot card. 250 dollárból már lehet valamit venni, vajon? Na, most már megvagyok. Nézd meg. Felszállok a lóra, azt rögtön jönnek. Ajaj, azt mondja, hogy te ilyen ezé vagy, aki látta, hogy mit csináltam? Hát csak meghalsz előbb-utóbb. Ja, a szemtanú, azaz. Nem jutott eszembe a szó.
És mennyivel kapunk több jutalmát, hogyha az utolsó pillanatban visszük be a célpontot? Jóval többet? Na nézzük, mi a reward. 0,24. Azért ez elég jól jutalmazott. Meg azt mondtátok, hogy van valami kincses térkép 10 szintenként. Azt hol kell megnézni? Azt gondolom a Battle Pass az annyira nem érdekes. Mert hogy én még nem néztem meg azt a kincses térképet. Hol vannak azok, Medje? Ilyen rank állóknál. Amit pedig úgy érsz el, hogy progress, a progressnél. Ask, progress, és akkor ott lesz az, hogy rank unlocks, ja. Be kell. Hát igen, most jól szétlőttem. Most már lehetne shotgunom például. Bolt action rifle-t is lehetne venni. Shotgun, repeater, egy jobb repeatert is lehetne rendelni. Rolling block rifle, meg újabb sarkantyú. Én itt nem látom egyébként a kincses térképet, mint rank reward. Na, ha valamit benéztem, nyugodtan szóljatok, hogy amúgy azt nem itt kéne keresni. A kincses térképet a táskádba kell keresni. Aha, oké. Okay. Katalógus. Óra. Nem kell hozzá semmi, azt hiszem heti vagy napi egyet kapsz a játéktól. Azt hiszem én már egy olyat csináltam, úgyhogy szerintem itt már nem lesz. Viszont kaptam ilyen... mi ez? Kapitálét? Igen. Neked van kincses térképed, Viridiana? Azt keresem, hogy hol lehet ezt megnézni. A B-vel előveszel, és akkor itt gondolom a dokumentumoknál kéne, hogy legyen. Ja, B. Az utolsó 30 másodpercben adod le őket élve, akkor 0,3-0,4-jel több aranyat kapsz. Wow! Amúgy venni is akart... Hogy 3. Na, az akkor csináljuk, hogyha gondolom. Az a baj, mert ezek egyemberesek, tehát nem látod ja, az én treasure-omát. Akkor mindegy. Meg én se tiadet. Gyorsan elszaladok, veszek előszert, aztán mehetünk valamire. Nem tudom, hogy a Bloodman is az milyen messze van innen. Aha, elég messze. A Joe, de visszamegyünk majd hozzá, hogyha neked okés. Gyorsan lőszer. Igen, mondjuk ez is igaz. Customize. You know, I could make a few adjustments to that. Get it right the way you like it. I'm afraid the gun won't do you much good without some Nem ezt akartam. Aha. Rank 31-en lesz majd új fegyver, újfajta lőszer, meg 41-en. Akkor lehet customizálni a fegyót, hogyha megvan tisztítva. És ha gyorsan megtisztítjuk, nem fizetünk érte, ezért $1.
remember something you needed? You've kept that weapon looking as nice as the day you bought it. Well done. Hát át lehet színezni a csövét a fegyver. Ja, hogy aranyér! Hát akkor az biztos, hogy nem. Jó, hát akkor ez így marad. Jaj! Hoppácska! Én csak meg akartam nézni, hogy miben másabb ez az improved rifling, azt megvettem. Oh. Shit. Aha. Improved sight-ot is lehet rárakni, és akkor még pontosabbak leszünk. Jó, veszünk ilyet is rá. Scope? Ja, hogy lehetne rárakni scope-ot? Hát rakunk. Stop. Statba ez nem másabb, úgyhogy nem veszünk rá új stokkot. Ó, igen, legyen bekötözve. Na, ilyet nem veszünk. Bár amúgy nagyon jól néz neki. Legyünk stílusosak, megveszem. Na, és akkor most már megyek, nem húzom tovább itt az időt. Na, nyugodtan én is tettem tisztogatni. Akkor jó. Akkor viszont húzom tovább itt az időt. Csak voltam. Gyöngyöbb kirakásos markolat. Ha nagyobb range-e lehetne a fegyvernek. Now it's even better. I'm afraid a gun won't do you much good without some ammo. Gravírozások még szépek a fegyon. Na, mit lehet a késsel csinálni? Ja, ez nem. Hát koponyás késem is lehetne. De jó. Hát erre már nincs pénz sajnos. Igen, több száz dollárt elköltöttem most itt. Amúgy lehet egy másik fegyvert érdemesebb lett volna venni. Hát igen, például tudtam volna venni újabb fegyvert. Na, mennyit kell összeszedni? 456 dollár a legjobb puska. Rank. Ja, rank 50? Hát akkor ez odébb lesz. Na várjál, én itt tovább lapoztam. Rifle-ökből... Igen. Rifle. Aha. Igen. 456. Na, most már meg vagyok egyébként. Nézzük csak ezt a puskát. Ez nem az. Menő a szkópolás. Ja, igen, rosszat néztem. És mi hova akartunk fast travel-ölni? Az Emerald Ranch-ra? Azt hiszem igen, ha lehet oda persze. Emerald Station, az ugyanaz. 2 dollár. Remélem jól csinálom. Ahhoz nem kell a collector szakma.
Gicses térképhez? Hát jó kérdésre kellem. Mert... Ahhoz nem. Az nem, az más. Lehet anélkül is ilyen gicses térképeket csinálni. Akartam amúgy kérdezni, hogy morcik lesznek vajon, hogyha a potyautas leszek itt a lovon? Mármint a vonaton? Akkor nem, csak ha ellopod. Ja. Ellopnám. Olyan hosszú lett most a csövennek a... pisztolynak, hogy csak na. Kicsit impeltem rajta. Lehet, hogy... aha, Blood Money Mission. New work. Maybe get some of your capitale. És tudjuk folytatni az előző kontraktot. Now you get on with Jeb Phelps. Kindred spirits? Ain't often you find one of those in this world. Better treat him right. For now. How about we offer him a gift? One of his old gang. Trust up and helpless as the day he's born. Then Jeb can have his way with him at his leisure. Find out where that old stash of theirs is. Feller up at Butcher Creek ought to fit that bill. Get his attention. And get him to Jeb in one piece, or thereabouts. Ez jó, hogy nekik érkezik. Megkapjuk az eget vajon? Megint nézzük. Aha, egy kis ég nézegetés. Véletlenül se világosban. Nem, este az igazi. Itt vannak egy köpésre, azt néztem. Aha, tehát meg kell tudni, hogy hol van az elrejtett motyójuk. Nem is tudom kikötni, mi? El is indult a mission. Az ég nézegetés a loading screen. Tudod, mint amikor GTA-ba is így ugrál a kamera. Aha, be kell gyújtani. Ez pont van nálam. GTA-ba is így ugrál a képernyő. Hogy éppen el akarja kezdeni a mission-t. Azt hiszem most nem lesznek annyira boldogok, hogy felgyújtottam az épületet. Igen. Itt ezeket az embereket már meg is tudnám ölni. És azt néztem, amúgy itt még nem támadnak, csak mikor izé. Ah, már jönnek. Már nem látom őket. Aha, látom most már. Hoppá! We'll
világ. Hát mondjuk ebben lehet, hogy rippentyű lesz így. Ja, fel is adtad. Ha, gyorsabban. Én is feladom. Éppen kerestem a piát. Megjött a célpont. Ködös idő nem velünk dolgozik. Á, gyilkos láttam. Amúgy, igen, szerintem őket nem kell megölni. Csak a kilő ránk. Na mondjuk ő is lőtt ránk. Hol van a főnök úr? Meg kell kötözni... Na de kit? A térkép ott mutat egy. Ja, látom. Látom. Lehetség elmenekült mi meg itt. Ellopom ezt a lovat. Aripa! Te itt nekem ne. Lelökött! Nem akarja. Betörlek! Na. Hát ez elszakadt. Jó messzire ment. Ja, sajna. Én teljesen lefárasztottam a lovat. Na. Gyere, lovacska. Te vagy a tuti. Jó sokáig puffogtattunk, hogy így elszakadt. Itt van még. Csí. Nagyon gyorsan halad. És messze is van tőlünk nagyon? Nem, amúgy most már nincsen. Oké. Okay.
Lehet rossz fele fogok menni. Ő valami insane lóval megy akkor. Aha, jó, de be fogod szorulni a városba az helyzet. Én balról megyek, te meg jobbról, úgyhogy easy. Futi. Hát még mindig iszonyatosan messze van, pedig már leszek a városnak a szélén. Hú, de jó hangja van, ahogy itt üget a ló. Van, Viridiannával csapatjuk. Aha! Na, mindjárt elkaplak. Ha! Tudod mikor? Nem, a lovát lövöm ki. Ami nem szép dolog. Meg! Jaj! Ó, jaj, észrevettek! Ki vett észre? Te voltál az? Na basszus! Lebuktunk. Na, itt van még egy. Hát ez hihetetlen. Igen, igen, megöltük a lovat, és ezért morcosak lettek. Na, hát most már... De megint? Te is észrevettél? Jó. És megint egy szemtanú. Jó. Jó, hát ez nem lesz jobb az a helyzet. Ez nem lesz jobb. Úgyhogy inkább megyek, mit szólsz? Ja, te próbáltad eltüntetni itt a nyomokat? Mindegyet a bedobom. Jaj, a rendőrei szerintem ránk támadtak. Igen. Jaj. Kicsit fejbe kólintottam itt a... akit elraboltam. Igen, az egész város kiirtása következett volna. Jaj, a rendőrei már megint ide jönnek. Jaj, jaj, nincs is senki. Biztos úr. Ez egy láncreakció. A lovacska meg már megint azt akarja, hogy kell fegeljem. Éppen egyébként körözés van, csak a kamera képet akarja. Most éppen a Tednél járunk a Ventidből. Már csak D. Ez akár még XD is lehet. Jó, messzire kell mennünk így, hogy ennyire elhuborolt. Jézusom! Én most ránéztem annyira arra, hogy mennyit kell mennünk. Akkor nem nézem meg inkább. Nagyon sokan. Hát most gondolja arra, hogy ott, ahol felégettük a házat, na attól nem messze. Oh.
Igen, ez az online része a játéknak. Éppen a Bloodman itt csináljuk, ami nemrég jött be a játékba. Igen, meg kell van. Ha már itt vagyunk, akkor mondom, összekötöm a kellemeset a hasznossal, és megtisztítom a fegyveremet, de a slow-ról nem lehet, mondjuk meg is értem. Kap egy kis répát. Hát eddig nekem nagyon tetszik a zónai rész a játéknak. Jó cucc. R6 és kód közben nagyon zúg a gép, mint kéne csinálni. Ki kell takarítani a PS-t. Vagy hogyha nem vagy bátor, hogy ilyet megtegyél, akkor vannak ilyen üzletek, ahol ezt megcsinálják nekem. Felkeltei atakok, parancsot, ha beírjátok, akkor kidob egy oldalt, ahol meg tudjátok nézni, hogy mivel mennyit játszottam. Például akár ezzel is. De szerintem egy ilyen streamben szerintem ilyen 4-5 óránál járok, streamen kívül meg már ilyen 9. Mert hogy a streamen kívüli időt is számoljuk, akkor összesen 9. Az helyzet, hogy kaját már nem kell neki adnom, mert maxon van. Jól elköltött a csomó pénzt a dizájnot. Leugrott. Menekül. Azt mondja, oh no, god no. Még lő is rám. Hát ez hihetetlen. Na jó, hát akkor rád ugrok. Milyen gyors vagy? Jó, sáros lett a rucia. Na tessék, kapsz egy kis kefegelést is menet közben. Megsimogattam a lovamat, és ettől én egy jobb ember lettem? Igen, készen. Aha, előjött ez a kis síklánc. Miután kiírtottam a félvárost. Egy jó kis lósimogatástól már is jobb ember vagyok. Minek van fura hangja? Nem tudom, mit hallasz, lovacska? Valaminek fura hangja van? Na, ezek csak civilek. Jézusom, mennyien vannak. Azt hiszem civilek kiírásánál írja ki, hogy murder? Murder? Nem tudom. Viridiana vágtat mögöttem, nem őt hallod? Meg a lovam szuszog. Na, mit kevertél, lovacska? Ha, megjöttünk. Ezt nem teljesen így gondoltam. Ez a Tobii trackerhez mindenképpen kell a weboldalokon levő kamera? Hát, igen, de biztos vannak más eye trackerek egyébként. Rájöttél, hogy a Minecraft megy a háttérbe, azért hallottál bölényt át a mögött? Istenem.
36 Della. Aranytömböket meg nem is figyeltem. Abból is valami 0,30 valamennyi. Ó, az egész jó. Ledobott a lovam, srácok. Hát nem lehet mit csinálni. Aha. Van még kedved ezt a zsebeset befejezni? Aha, mehet, mehet. Akkor bejelölöm, hogy ott a waypoint. Mondjuk, nem tudom, te ezt látod. Aha, tiédet igen, mert te vagy a vezetője az én bosszénak. Szóval, ja, ez tök menő volt. Ezt sose értettem, kész szenvedés lehet negatívan tartani a karmát, ha a lótakarítás és etetés is pozitív a játék szerint. Hát figyelj, lehet, hogyha kiírtod a félvárost, akkor folyamatosan lent leszel. Például nekem az előbb tökre az az érzésem volt, hogy olyan embereket ölünk, mármint az emberek egy része, aki egyébként csak azért harcol, mert hogy ott elkezdtünk harcolni egyébként, nem tudom. Legalábbis nem szokta így kiírni, hogy gyilkosság történt, vagy igen? Nem, amúgy nem, hogyha rosszra. Lehet, hogy akkor ők így velük harcoltak csak. Beszaladt elém egy pulyka, a ló meg átszaladt rajta, plusz 10 XP. Egény. Balesetet szenvedett. Hú, ez az időjárás. Nem akar kisütni. Lovacska itt próbálta szugerálni, hogy legyen szép idő. De pont szerintem lovacska miatt csúnya idő van. Nem akarja, hogy meglássa, hogy milyen szép napsütés van. Azta, $1 a camp. Jó drága. Igen. Vetni kell utána sajna. És itt még csak a pici. Nem akarom tudni a nagy mennyi. Nem telősz először, akkor nem haragszik érte. Nem haragudott, mert hogy így nem ment le a karma. Csak kiírta, hogy gyilkosság történt. Ó, és fegyver olajat használ a tisztítás. Ó. Szia, Vitya. More work come in. Maybe some capitale to find. Na, elindítom. New work. Maybe get some of your capitale. Hát nem tudom, part 2 of 3 igazából, nem tudom olyan, mint hogyha nem csináltuk volna meg az előzőt. Damn lies. Lies about Joe. Put my head in a noose. Now he says jump, and I say how high. How you get on with Jeb Phelps? Kindred spirits? Ez már volt. Not often you find one of those in this world. Better treat him right. For now. How about we offer him a gift? Ez ugyanaz. Ez most nem érzékelt, hogy megcsináltuk volna? Then Jeb can have his way with him at his leisure. A new subscriber arrives. It fills you with determination. L'Original, köszi szépen a támogatásodat. Üdvi Máron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. És köszi, hogy a Prime-edat te is rám használtad el. Na, skacok, erre mit mondtok? Miért indult el még egyszer ugyanaz a mission? Nem is tudtam volna mást választani. Az előbb is az én possémba indítottuk. Nem baj, most már... Még.
csipogok. Ja. A jó hír, hogy most már tudjuk, hogy figyelni kell arra az emberre. Viridiana már 40-es szintű Red Dead játékos. Mondhatni veterán. Na, most legalább egy újtatott fel a házat, mit szólsz? Ó, dobom a molotovot majd. Ez online, igen. Ha nem online lenne, akkor Viridiana nem szaladgálna itt mellettem. Ó, lyukas a kalapom. Igen. Gang membereket meg kell várni. Ide kijövök mondjuk. Na már jönnek. Fuck. Hát beleállnak az arcomba, azt mégse látom őket. Na bakker. Nice. Húha. Ugye gyorsan egy piac? Még nem látszom, hogy megjött volna. Ott van a lovamnál. Aha, megjött. Megjött a target. Aha, látom, itt van mellettem. Ajaj. Meghalt? Lőttem. Pedig. Semmi gond, megesik. Meg az nem halt meg, akire én lőttem. Hát, most itt felállt. Hát meg ő itt csak hasalt. Az hogy halt meg? Hát, hogy... Valaki lelőtte. Ha. Hát, hát igen, ez érdekes. Megpróbáljuk ugyanezt, vagy csináljunk inkább valami mást. De nem lehet. Leukom a postára, kérdezem a fejemen a vérdíja. Oké. Okay. Hát ez érdekes. Amúgy megnéztem a játékba a szkópot, hogy így milyen, és hát nem tudom. Nem jött be. Milyen szkópot vettél rá, ilyen nagyon sniper? Aha. És az ez... messziről nem rosszul volt, szerintem. Ha?
Hát akkor távolabb kéne mennem, vagy valami hasonló. Ne. What? A vízpart egy kicsit érdekes. Szóval, hogy scope nélkül sokkal jobban megy a célzás. Aha, megint etettem a lovat, azt ment feljebb a... az értékelésem. Nem bántjuk tovább ezt a zűzikét. Pénz van a játékban? Most unáztam le magam, valami 50 vagy 60 dollár. Na, remélem, hogy Joe meggondolja magát, és azt mondja, hogy... Ha? Na hát, 41 perces cooldown-t kaptunk. Értem. Railroad contract. Na, ez mondjuk izgalmasnak tűnik. Railroads. I don't use them. Don't trust them. You know who makes the railroad? Parasites. Paraziták csinálják a railroadot, azt mondja. They're better than me. They're worse. I'll prove it to you. There's a new track getting laid northeast of here. Go and steal their supplies. See how quickly the rabid dog bears its teeth. They got some of your capitale too, up to their neck in it. What further proof do you need that they're filth? Go. Gondolom ezt a cinematikot se láttad, vagy még cutscene-t se láttad? Nem. Nem. Fura. Egy jó kis égnézegetés, és már megy is. Nekem a fekete Jack, mi az, mellénye tetszik a bácsinak, se dadom. Na. El kell, na, ez tetszik. Vagont kell lopni, vagy legalábbis a cuccot róla. Mégben legalább nappal van. Ész, hogy nem megjött. Micsoda buli van itt. Gondolom őt meg lehetne. Ja, pont ide kell jönni. Ja. Nem látok se... Ja. Kapta. Nagyon beszélt. Újjó! Láttad, mit csinált a karakterem? De még hogy csúsztam le? Még közben pörgött egy keveset. Találtam itt ládikont. Hát, mint hogyha elkezdett volna balettozni. Ó, kapitálét találtam itt a ládikóba. Ez elég jó azért. Elég fullos a lót. Csak nyugodtan. Meg kell nézni, hogy mikor jön a szállítmány. Na, tessék. Tonight. És még hozzá eszkorttal, úgyhogy gondolom ki kell oda mennünk. Ja, igen. Azt mondja, hogy érdemes lenne a hullákat eltüntetni. Azt el tudod vinni, azt a nagy farkast?
A. Zsír. Én erős vagyok. Az igen. Na hát amúgy... Ja, hogy pont ide kell rárejteni. Tessék, jó lesz. Level 9-es stamina. Lassan. Most mutatja a játék, hogy este van, tehát hogy most fog jönni majd a szállítmány. A te kedvér, ugye? Ott egy, hát igen, a vértócsa az ott maradt. Tommy, you there? Tommy azt kapta. Aha, tehát most jöttek a farkasok, úgyhogy könnyen tudunk rabolni, azt mondja a játék. Jaj, hát amúgy ide le se kellett volna jönnöm. Na nézzük! Jaj, azt hiszem észrevettek. Nem csináltam jól ezt a lopodást. Na hát, most már mindenki meghalt. Úgyhogy most már tudunk lopni. Jean volt náluk. Szegény farkas. Szia, Herman Freeman. Aha. Ja, hogy igen, tehát úgy kell ellopni, hogy... Úgyhogy, ja, levesz. Igen, vezetjük. Pillanat, csak felrakom lovacskára a tuccot. Szia, Krisz, szevasztok, srácok. Ja. Én azt láttam, hogy arra kell menni. Ez a jó irány. Így mindenen át? Igen, igen. Így vagyunk a leghatékonyabbak. Állítólag. Ó, ezért kis róka. Na látod, itt shortcut. És még egy shortcut lesz. Szerintem ide jövünk egyébként, ha engem kérdezel. Hoppácska, hoppácska. Hát pont ide jöttünk, ennyi. Hóhehő! Na. Hát mondom, jobbra. Nem akarnak jobbra menni a lovak. Jó, mire oda beparkolok, az egy kis idő, pillanat. Micsoda lámpásod van. Na jó, azt hittem, hogy ez egy komplexebb küldetés lesz. De nem.
Szia, Nakupenda. Volt egy ilyen nevű. Mondja csak. 0,16 arany. Hát ez nem sok. Még egy utolsó? Vagy már? Lehet még egy utolsó. Maybe some capitale to find. Ez itt nagy komplexebb lesz. Szóval azt akartam mondani, hogy... itt van még egy mission. Nem kezdek már bele egy új kontrollba, hanem inkább csak egy ilyen crime-ot csinálunk. Mert ez... akkor így le is tudjuk zenni. Szóval, hogy Nakupenda nevezetű resto druida plántársam volt. Just gotta have the stomach to take it. Üdv mindenkinek, srácok. Now, I bet you're wanting Joe to tell you the folks there is a bad bunch, deserving of your judgment. Truth is, I don't know a damn thing about him. You just tell yourself whatever little story you need to get the job done. On you go. Ó, most meg rabolnunk kell, de jó. Hogy fogta a bácsi elefőrőszel csöbőt? Nem figyeltem. Ujjjj. Aha, itt inkább ki is kötöm a lovat. De megjöttünk. Ha, Shredderre van, micsoda montás. Majd mondás, igen. Felfelni, kevbe akarod, vagy így? Meg tudjuk csinálni ezt lopakodó, és azt mondod? Nem tudom. Megnézhetjük. Akkor előveszem a bökült. Na hát, egy halt. Van még olyan? Még van egy piros mellette. Aha. Kokain rágó gumi. Ja, itt van, nem. Akkor nekem azért nem mutatta. Kokainos rágó gumi. Kiabál? Ezek többen is vannak. Házba. Azt hiszem, kijöttek rám. Igen. Az a helyzet, van egy gyanúsított. Ajaj, látom. Vagy mi? Egy szemtanú. Elúszta a nyúlcipőt. Most már nem lesz. Most már nem lesz szemtanú. Akkor megyek itt. Régen alap volt a kokainos rágó gumi. Wow. Ja, mondjuk én nem is figyeltem. Aha, látom. Kedélyjavító rágó. Durva.
Arrowhead. Na hát itt én nem tudtam meg semmit. A házba is világ. Jaj, rám vártam? Nem, itt is van egy nyom. Ja, jó. Na. De ez nem mond semmit, azt mondja. Azt hittem. Itt is van, ahogy láttam. Ó, de jó. Egy kis rádikó is volt. Szia, Loli. Kapitála, még egy kapitála, hát ez tök jó. Akkor itt érdemes lootolni, mert így hamarabb tudjuk akkor nyomni ezeket a nagyobb missionokat. Egy félig megrágott alma is van itt. Na hát, ez se nyert. Az ott micsoda. Beraktam a vállamra. Azt nézem. Jaj, ez egy rossz gomb. Oh. Ja, ott látni a tetőben a másikat. Ezt meg is találtuk egyébként? Akkor ez, ja, ez lett volna. Akkor megyek is. Ide én nem látok semmi pick-up-olható dolgot. Lehet, hogy akkor fentebb van? Hát... Bizony, bizony, Loli. Mi, ha heroin volt a köhögés elleni cuszban. Jesus. Megvan, megtaláltam. Ahogy látom, nem csak a lóra félne rá a csutakolás, hanem a karakteremre is. Aha, megvagyunk. Még negyed óránk van leadni a cuccost. Paripa! Nop. Na, ez a fajta küldetés egyébként jobban tetszett. Mint a... Mondjuk lehet egyébként az előző is jobb lett volna, hogyha tényleg lopakodva csináljuk meg. Jói. Jói. Kicsit bevállalós volt itt a meredek területen. azt hiszem átszaladtam ártatlan embereken, és most mérgesek. Ja, igen. nagyon mérgesek. Jaj, srácok. Te le is adtad, ahogy látom. Na jaj, nagyon mérgesek már. De köszönöm, megcsináltuk a mission-t. És lehet, hogy ezzel ennyi, el is teleportáltunk onnan. 14 dollár. Na, nagyon szépen jön a pénz. Megnézem egyébként, hogy abból a tucliból mennyi van már. 4. Hát, még kell 11, és akkor tudunk olyan nagy mission-eket csinálni. Kapitále. Na jól van. Én köszönöm szépen a játszit, Viridiának. Köszi szépen. Köszönöm. Hogy csatlakoztál. Ez így tök fán volt. Köszi, köszi. Szép napot. Neked is, és hogyha lesz kedved meg időd, akkor várlak szívesen majd szerdán. Köszönöm. Na, szia, szia. Nos, kacok. Nem tudom, hogy tetszett nektek most ez a Red Dead Redemption-özési, de szerintem így, hogy már valamennyire volt fogalmam itt a dolgokról,
meg hogy így segítettek abból, hogy mit, hogyan, merre érdemes csinálni, meg ránéztünk erre ezekre az új cuccokra, vagy ládmáni is küldetések, így most már azért tudjuk, hogy mi az, amit lehet csinálni. Szóval rá fogok majd menni ezekre a Bloodman is küldetésekre, mindet is megcsináljuk, és akkor legalább megtudjuk, hogy mi az. Legalább ti is megtudjátok így, hogy mit hozott ez az update, hogyha így érdekel titeket eddig a játék, vagy már játszottatok vele korábban. Aztán, hát nem tudom, még valami nagy küldetéseket kéne csinálni, amik nem csak annyi, hogy lopja le ezt meg azt a dolgot, meg old meg ezt, hanem egy kicsit komplexebb. Ezeknek majd megpróbálok utána nézni, hogy ilyet hogy lehet csinálni, de egyébként már a mai küldetések is itt tök jók voltak. Úgyhogy, hecskacok, remélem, hogy élveztétek ezt a kis Red Dead Redemption Headshot Kill Challenge. Ezt megnézzük, hogy ez micsoda. Ne haragudjatok, de ezt megnézzük, hogy ez így micsoda. Szóval nekem abszolút tetszett a játék most. Most így még jobban. Hogy még több fogalmam lett az egészről. Úgyhogy valószínűleg off-stream még fogom pergetni, meg hát tényleg rengeteg gold kell ahhoz, hogy így fel tudjak venni egy szakmát. Egyértelműen a Bounty Hunter-ség lesz majd az első. Még ezt a Headshot Challenge-et megnézzük, hogy ez így micsoda. Kár, hogy így menet közben csak az állatírtást dobta be. Mert ezek a challenge-ek tök menők. Aha, tehát ez ilyen PvP-s event, jól sejtem, srácok. Már elkezdted ott? Ja, még nem kezdődött a... De már most lehet egymást egy gyilkolni. Ledobtak! Tomahawkkal. Az eventek többségen PvP? Jézusom! Azt hiszem szét fognak gyalázni. Azt a rohadt! Azt hiszem a kis puskámmal nem sok mindent fogok érni. Ez egy nagyon jó 3-4 perc lesz, én úgy gondolom. Ott van egy kill! Egy kill! Az első és utolsó killünk, lesz-e olyan több?
Hát ez nem lett headshot, de... Headshot! Headshot! Az hogy lelőtt? Kettő kill? Csak mondom, kettő. Ő itt mit csinál a map végén? Afkoló. Na hát az afkolókon húzzuk a pontot. Hát ő ott esett és halt. Jézusom, hát olyan messze vagytok. Addig nem él el a fegyverem. Miért vagyok itt a map szélén, ahol senki nincs? Nyugalom! Persze! Tomahawkkal hogy ledob? Kulcsalás. Kulcsalás. A dolog. Azok a szemes emberek, azok... Az mit jelent? Aki ilyen szemes. Ja, hogy én is tudok ilyet? Hát... Aszta! Na! Hol vannak a nubak? Jújjúj! Lelőtt, pedig hát annyira tiszta célpont volt. Na, hol vannak a nubzok? Na, azt hiszem nem kéne így bezoomolni. Mert több esélyem lenne. Szevasz, Frózi! Az ott nagyon keringőzik. Jézusom! Az Dead Eye-ban van, aha. Akkor meg kéne tanulni használni ezt a Dead Eye-t, mi? Négy kill. Ott is van bolond négy kill. Hát igen. Mondjuk... Na hát azért... Ne! És csak downoltam! Jó, megadta. Megadta a killt. Megadta a killt. 0,08 arany. Hát... Az ott én vagyok, az az én karakterem, 26-ot öltem. Mi ez a Dead Eye? Amikor ilyen csaló módba megyek. Nem tudom amúgy, az így sokkal ügyesebb leszek, vagy sokkal jobban célzok, meg ilyenek. Majd úgyis leírja mindjárt valaki. Nyugodtan leíratjátok, srácok. A Dead Eye módba így szuper ügyes leszek. Single-ben például lelassul az idő. Itt vannak egyébként ezek a cuccok. Ability. Ability, ezt így hívják. Na, itt van. Ha a Dead Eye-om aktív, akkor bejelöli az enemiket, és amikor lövök, akkor az összes márkolt helyre lő a karakterem. Na hát, például lehetne még egy cuccot beraknom. Ja, hát igen, azt írtátok, hogy a Dead Eye itt a multiba teljesen más, mint a single-be. Dual wield-elni lehet a ranged weapon-öket. A ló hátáról többet damolunk. Ha scope-ot használok, akkor kicsit többet damolok, és egy kicsit kevesebb damot kapok be.
És ez $30. Nem tudom, én ilyeneket most nem akarok venni. Nem tűnnek olyan szimpatikusnak. Gyorsabb HP, stamina regen. Sebzés kapunk be, akkor Dead Eye-om töltődik. A Dead Eye automatikusan töltődik lassan. Mount-olva is lehet. Ja, ez akkor gondolom, ami, hogyha a lovon vagyok. Lovon kevesebb damot kapok be. Jó, nem tudom, én ezek közül egyébként egyet se raknék ki. Ja, és több passzívot is lehet választani. És mindegyik 30. Oké. Okay. És upgrade-elni is lehet ezeket. Jézusom. Painted Black 2. Ja, ez az, hogy kevesebbet fog leszippantani a Dead Eye-omból. Jézusom. Oké, okay, hát az a helyzet, hogy még mindig lehet srácok mit tanulni. Egy jó fegyver takarítás így a végére. És ennyi. De menő, ahogy így belenézett. Hát igen. Ez még mindig a játéknak csak a felszíne. Így van, Loli. De nagyon szimpatikus. Hát nem tudom. Jövő héten szerintem ismét lesz egy Red Dead stream. Akkor így csinálgatjuk majd ezeket a Bloodman is cuccokat, meg tényleg próbálok majd keresni valami nagyobb missiont, hogyha éppen elérhető a játékba természetesen. És akkor azokat fogjuk majd így megnézni. Mit szóltok? Úgyhogy ja, srácok, ennyi lett volna már a reddedezési. Tök jó, hogy ennyi mindent felfedeztünk ma. Pénzügyileg még mindig rosszul állunk, hogy így szakmám legyen, de hát ami késik, nem múlik.